És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 16 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Viharmenteset. Viharmenteset mindenki. Jaj, hát ráfér az országra. Megjött. Gyerekek ígérték, hogy jön, és megjött. És úgy is lett. Igen. Úgy igen. Hogy jött, de vitt is minden náluk. Vitt is mint egy vállás után az asszony, hogy szokták mondani. Vitt a házat, hogy kocsit. Ott nedves is volt, meleg. Száraz volt, nedves, nem tudom. Megjött, itt volt az ideje egy kis lehűlésnek, de ez kemény. Biztos ekedért, ezért mi meglocsoltunk előtte. Hát, ha mégse lesz belőle semmi, mert ígérgették már egy párszor, aztán nem jött, de most ebben a tegnap estében nem volt köszönet. Nem, a fene vigyel, nem volt. Úgy igazából egyébként meg nyilván jó, hogy esik, de például a kokáért, hát igen. Ez azért sok volt nálunk, az F-ot úgy, ahogy bezárták szegényeket, képzétek el, aki tegnap kiment, megvette a napi jegyet, mind a két színpadot le kell állítani, mert ráadásul a tó felől, ha jön a vihar, akkor ott semmi nincs, ami megfogja. Úgy ott van egy marha nagy sítkezlet, és képzeld el, hogy ki mentek, hogy ismerő zenekar, a Ródék játszottak pont, ott vannak nálunk, azok kimentek a fiúk, és akkor telefonáltak, hogy gyerekek, ne induljatok el, mert semmi nincs, mindent leállítottak, akkor kitalálták, hogy a nagy színpadot berakják valami sátorba, úgyhogy őrület volt, és képzeld el, aki most sátorozott, mert hogy egy csomóan ugye a kempingben laknak. Sátorra mentek. Hát persze. Az úgy vagy vele, hogy nyár közepe, jó ötnapos fesztivál, ott átjárkálsz, kultúrált körülmények vannak, bemész a fesztiválra, hazajössz, letusolsz, lefekszel aludni, na hát azt én most nem akarnám megnézni, hogy hogy néz ki. Ugye ebből a szempontból nyilván nem jó ez a vihar. Meg a valami szupercella volt, azt nem tudom, hallottátok-e? Akkor a szupercella volt. Én nem tudom, igen, a Balaton felvidéken, úgyhogy például a Somlóhegy konkrétan kopasz, tehát hogy nem lesz bor a Somlón, ez ugye három közül engem érít a legjobban, de hogy úgy verte el a jég. Hát meg a gazdákat. Meg a gazdákat is így van, meg aki ugye borszerető, meg borfogyasztó ember, úgy verte, szupercella volt, én nem tudom pontosan ez mit jelent. Hát ott úgy felgyorsul a légmozgás, tájfún, tornádó, nagy jég, tehát az egy ilyen, az ott bent a közepén az olyan, mint egy ilyen forgószélbe lennél. Vagy na, valami 130 kilométeres szelet mérték. Megnő a szélerősség. Ekkora jegek, mindent letarolt a Balaton felvidéken. Nagyon súlyos. Na, szegények. Aki úton kapott el, tehát hogy haladt A-ból B-be, mert hogy nem otthon érte a dolog, hanem mondjuk valahol kint egy autópályán, hát az is nagyon-nagyon kaphatott. Hát féljétek, nálunk ugye Lőrincén van, aki esetleg nem tudná, a Liszt-Ferenc repülőtér, hát féljétek, mi egy picit megvoltunk az egy ijedve, ugye ilyenkor valószínűleg ki van adva az ukász, hogy nem mész abban a magasságban, amiben egyébként szoktál, hanem picit lejjebb. Szinte a fejünk fölött ment el az összes utasszállító repülőgép olyan magasságban, olyan alacsonyan, hogy félelmetes volt. Igen, akkor nem mennek bele az ivatal felbe, lehetőleg vagy alatta, vagy fölött. És hogy szállnak le, gondolom, ugye inkább lejöttek igen. Lejjebb és alatta. Hát le is felszállásnál, és egyébként oda vissza is azt éreztük, hogy hello. Először csak a hangot hallottuk, aztán hogy jött a repülőgép, és basszus, az összes jelzőfém olyan magasságban volt, hogy nem hittük. Leolvastad az alvás számot. Magyarországon. Nem telefonálunk, tudod. De most le a kalappal előttük, szóval ezt most megmondták, jelezték, szóltak, riasztottak, vöröset, pirosat, narancssárgát, szóval most minden volt. Ezt most nagyon jól eltalálták, nyilván ez ilyen légtömegeket azért egészen egyértelműen látják a műhold képeke, meg a radar képeke, de most betalál. Tehát mondták, hogy 10-kor éri el a fővárost, 9-kor, én altattam a gyereket pont, és már hallottam, ott is volt, hogy meg is érkezett. Ott is volt, és ő nincsen gond azzal, ki tud békülni az ember, főleg, hogy ekkora szárazság előzte meg, tehát hogy az jó, csak amikor fél óra alatt esik le annyi, amennyi egyébként egy hónap alatt szokott, akkor azért. Én nagyon szeretem, nekünk úgy megcsinálom azt, hogy a fönti részen ki lehet úgy ülni a nem erkély, az csak egy ilyen kiülő, hogy nem, tehát látod a szakadó esőt, a vihar, de nem esik rád. És mindig oda kiülök, egy ilyen beton, nem tudom, ilyen, hát ilyen tégla, vagy nem tudom mi az. Erké van, csak itt mondom. Nem, valami van. Talán meg van. És kiülök, és nézem, ahogy jön a vihar, és már brutálisan fúj a szél, még nem, de ott nem érzel igazából semmit, mert a ház még fölötted van, meg a tető, viszont látod az egész házhalombatta, mit tudom én, arra lefelé a 6-os mentén, ellátsz odáig, hogy brutál vihar.
És ott szoktam üldögélni mindig. Azt nézem, nagyon jó. És rád nem esik, de fölötted már nagyon zajlik. Hát nem. Viszont ott nincs légmozgás, meg semmi, úgyhogy nagyon szeretem azt nézni. Én így vihar közben nem tudtam kimenni úgy, hogy ne kapjak belőle, mert vízszintesen esett nálunk. Hát kimentem, hogy lesz egy ilyen kaspókat, hogy mondom, megpörgeti őket kétszer-háromszor, nem marad bennük semmi. Még a műanyag is ilyen elemeire esik szét. Ezt kimentem, hogy leszedjem őket, vízszintesen jött minden. Hát, hogy... 3 másodperc alatt áztam rommá, úgyhogy nagyon kellemes volt. Igen, szakadt. Na jó, de hát ez a dolga esett csak. Persze, csak... Hétvégén az tudar lesz, azt láttam, hogy szombat 19, szombat. 20, az nem szombat. Lesz jó idő. A vasárnap az nem lesz annyira rossz, már ott akkor már szakad az ég, de a szombatra a mondják, hogy... És most addig lesz? Addig Szabolcs, most nem már tudom, most már rég nem találkoztam. Szabi mi van? Szabi én nem jött be. Hívtam, és minden és nem, mi jó, jó, figyeltek hétfőtől, amikor a Szabin kezdődik, az akkor jön vissza a meleg. Nem jön vissza jó idő, úgyhogy meg vagyunk. Alapjában meg vagyunk. Így van. És de addig mit mond holnapra például péntek? Péntek az nem egy kicsit jobb, javul, igen. És aztán a szombat lesz nagyon az oda csapkod. A szombat vasárnap az elég rossz. Itt most a délután is azt mondják, hogy már itt szakadozik a felhőzet, tehát hogy nem feltétlenül kapunk belőle szombaton felénk itt északon, az északi ország részben itt azért jobb lesz az idő. Az Alföldre mondanak oda is eső, tehát hogy hát... Kicsi ország, sokféle időjárással. Hát, de erre is büszkék lehetünk, hát most belefér ez is. Na mindegy, jól van. Egyébként minden oké, minden rendben. Hát részben oké, részben nem oké, nem lesz sas szemem. Tegnap elmentem a klinikára. Elmentem a klinikára, és hát elvégezték a vízvizsgálatokat. Nagyon szépen köszönöm dr. Árva Janitának és Halmai Botonnak a kedvességet, meg a profizmus, de nem lesz megműtve a szemem. Mi az oka? Az van, srácok, hogy el kell döntenem, hogy melyik ujjamba harapjak, tehát hogy mit tartsak meg a közellátásomat, vagy pedig a távollátásomat. Tehát, hogy meg lesz csináltatva, én ugye rövidlátó vagyok, és hogyha távolra nagyon szép szeretnék látni kristálytisztán, akkor be kell áldoznom ugye a rövid látásomat, és akkor meg az lesz, hogy ugye gyakorlatilag egy tálétel elfogyasztásához, egy levél megírásához, egy telefonböngészéséhez mindig fel kell kapdosnom a szemüvegemet. Több dolgot csinálsz röviden, mint távol, tartsd meg a rövid látást, és engedd el a távollátást, majd nagyon kiabálok a megyek felé, hogy ne lőjél rám, hogy úgyse te vezetsz. Én vagyok! Maximum. Igen. Takarodj innen, én vagyok! Süket is vagy. Én vagyok! Na most már közel vagy, látlak, jó van. Szóval az óriási volt egyébként, tehát hogy egyrészt ugye full profi emberekkel találkozhatnánk, iszonyatosan értenek a szakmai, 85 ezer beteggel foglalkozott egyébként dr. Árva Janita, úgyhogy van egy pici rutin a dologban. Fölrakosgatta rám ezt a fura kis szemüveget, amit haza nem hozhattam sajnos, pedig nagyon jól összerakta. Hát csodálatos volt újra látni mindent kristálytisztán. Tehát az, amikor egyszer, mit tudom, 5 méteres távolságból újra látsz, és újra észled azokat a betűket, amik ilyen kis hangyának tűntek eddig a falon, vagy ilyesmi. Nagyon nagy érzés volt, de hát elmondta, hogy most vagy az egyik, vagy a másik. Nincs olyan, hogy minden nagyon jól működik. És én úgy döntöttem, hogy akkor inkább legfeljebb csináltatok magamnak egy távolba látót. Egy pufás kis szemüveget, drótkerettel leokolplasztal a szint. Akkor miért nem csináltatod meg az egyiket, a másikat meg szemüveggel? Azt mondom. Ja, hogy megcsináltatod? Azt mondom, hogy egy szemüveget csináltatok mondjuk így a távollátásra, de inkább az legyen, hogy távolra fogok majd szemüveget használni, mert az mégiscsak olyan, hogy mit tudom, hogy kimegyek kintre, csak 3-4 órán keresztül fönn van rajtam a szemüveg, mert hogyha a közellátásra koncentrálok, és arra készíteni a szemüveget, akkor az lenne, hogy állandóan kapdosom le meg föl, és nem akarok ilyen annyira bácsis lenni, hogy már nagyon jár, látsz. Én közelre jó vagyok. Ja, hogy az teljesen így van, jó. Így van, minuszos vagyok egyébként. Műteni. Hát figyeljetek, ha már. Na de várjál, hát ha közelre jól látsz, és távolít kéne. Feri, gyerekek, kisfokban rövid látó. Presbio paciens szemüveget, kontaktlencsét soha nem viselt, monovision korrekciót zavaron neki. Ezt, mivel rövidlátás megszüntetésük követően közelre lenne szükség szemüvegre, még átgondolja, hogy szeretné. Ó, Istenem. Na, nem lehet az időt valahogy megállítani, ne lépjek át oda, ahol ti vagytok. Ez már nagyon, ez kemény. Ezt meg fogod te is nyerni. Ez kemény, hogy ez van a biológia. Szerencséd van, kis beutaló, kis szemészet, kis urológia, kis kezi csokkolom, doktornéni, kis kezi csokkolom. Nagyon tetszik se bánni, mert az a része az elég kellemes volt. Mert persze, sok kedves asszisztens lány értem, tehát hogy bemennék hetente kétszer. Leletek, dioptriák és labor eredmények, bizonyán, ez már rám, gyerekek. Ez. Hát, nem lehet ezt megállítani nem. Valahogy? Uh-huh. Kés lehetetni, ha sok répát eszem? Az fütyülésre jó. Azt mondja, a répát, ezt nem említették, a répát, picit sajnálom, de nem. Szemüveget, igen, de répát nem mondtak. Ez jön 40 fölött, elkezdenek gyöngülni a szemidegek, ugye a szemed elkezd eldeformálódni, átkerül a fókusz, nem arra a helyre, ahova kéne, hogy kerüljön, és onnantól kezdve vége a bulinak. Tényleg, a jó elmúlt.
Ha jó, elmúlt, nehezen most nem múlt el, másként jön. Tehát már másnak örülsz, tudod? Hogy... Igen. Játszottam olvasni a kedvenc szakácskönyvemet. Ennyi, látod? Nem tíznek a száz deka, ezért nem sikerült a meggyes pite. Nézzük csak, mikorra kell mennem a sérvműtétre. Jézus Isten, nem akarok, állj, valaki állítsa meg az időt, gyerekek. Én még csak 39 leszek egy hét múlva, úgyhogy nem akarom ezt. És akkor mikor fekszel be? Nem kell befeküdnöm, hát csak bemegyek valahol, azt csiszoltatok magamnak egy órára, vagy hívják, ja, egy óra alatt. Azt hittem, hogy ez egy a rövidet megcsinálják, és akkor a hosszúra kapsz egy szemüveget, de a rövidet felmaradt. Nem, semmi műtét nincsen. Nincs nagyon műtét. Sajnálták, nagyon helyesek voltak, nagyon aranyosak. Én is sajnáltam egy kicsit a dolgot, de hát ebből inkább csak az lesz, hogy bemegyek valamelyik körúti, vagy nem körúti, mit tudom én hova, melyiket nem is találtuk ki egyébként a dolgot, csiszolhatok magamnak egy lencsét, aztán kész. Választok hozzá valami kevésbé trendi szemüveget, ezt viszontlátásra is meg vagyok. Beakasztós, mondom, az azt akarom, a drótos. Az jó, futásos, és nem esik le. Leokoplasz. Az, úgy. Vagy pedig hátul van ilyen gumival összefogható. Így van. Kis leokoplasz. Nem? Hogy váltogasz, hogy az egyik szemed mindig edzettebb legyen. De egyébként tényleg úgy voltam vele, hogy eszembe jutott a volt főnököm, akinek mindig a nyakába lógott. Nyakába lógott egy óra, meg egy szemüveg. Aha. És minden, ő állandóan ezt csinálta. Tehát bármit kellett olvasnia, mondjuk ilyen 30 centiről, föl a szemüveg, le a szemüveg. De ha jött valaki és hozzászólt közben, olvasás közben, le a szemüveg, hogy lássa. Igen, aztán megint fel a szemüveg, le a szemüveg. Igen, ez is na, mondom, ezt köszönöm szépen, ezt nem akarom. Ja, Istenem, nem. Úgyhogy inkább a távollátás. Arra becsiszoltatunk valami szépet. Állítólag már vannak belőle olyanok, amik egész jók. Meg jól is mondtad, tegnap már nézegettem Jason Statham képeket, hogy... Hogy szemüveges, hát hogy néz ki? Igen. hogy neki mi áll ugyanaz jó. A modell. Ugyanaz. Csináld azt, hogy kinyomtatod sok képet róla egyfajtát, és akkor különböző szemüveg kereteket rárajzolsz, hogy négyzetes vagy gerek, ovális. Hogy van ilyen, hogy a webcammel készítesz egy képet, fölmész ugye a mit tudom én milyen cégnek a honlapjára, készítesz magadra egy képet, és akkor szépen rá tudod próbálni fönt a honlapon vicces. A különböző szemüvegeket. És akkor olyat veszel. Tehát, hogy jó bufa. Letölteni, most ki akarom próbálni rajta. Nagyon jó egyébként. Az otthon én nem tudtam használni, mert le van ragasztva a webcam, hogy nem, hogy rajta kapjak valami. De hogy egyébként simán ezen például meg tudom csinálni. Nagyon jó. Úgyhogy ez van. Hát ezt azért ide szorongva hallom. Ment a levesbe. Nyugi. Szorongva hallom. Még van 2-3 jó éved. Addig kiépítem ezeket a kapcsolatokat, járjátok ki az utakat, jó? Egy jó kezű urológus, egy jó személyzőnek, egy jó belgyógyász, minden telefonszám, hát egy jó laboros, egy jó nővér, aki jól vesz vért, minden gyűjtsetek be Balinnak, hogy nekem már egyenes utam legyen mindenhova, ahova ti mentek. Kell jó az. Ráadásul itt a szemlél mindenki minket hallgat, úgyhogy. Igen? Aha, persze, mintha hazamentem volna, mindent tudtak. Csak ezt tudják intézni, mások nincs, amit én is igénybe tudnék venni? De jó kávé, jó kás. Az jó. Beszaladsz, te úgy nagy kávézó vagy. Iszom egy jó kávét, aztán meg vagyok. Sok fiatal asszisztens. Na, az engem igazán érdekel. Már amennyire lehet. Csak rájuk messziről. Kis erőt adnak nekem. Az jó. Ne engem a lencsébe. Igen, ne a melleim. Fixírozzunk, kérem. Ne a melleim, ne, most később lehet, de most így van, most inkább. A blendébe, ne abba. Igen. Na, kér tanácsot Gábortól, neki elkezdett javulni. Ez mert tényleg, ez nekem is eszembe jutott, Gábornak? Az ő mondta, Bio Gabi, a csütörtöki Bio Gabi, hogy nyári szabadságon van. Nyilván, ne menjünk ebbe bele, hogy mitől javulhat meg, mitől nem. És erősödött az orosza is. Beszélgetésével sokat. És magasabbra ugrik. Erősödött az orosza. Jó. Én nem emlékszem erre, hogy ezt mondta valami. De ő mondta. Jól van, hogy állunk játékkal? 2-1. 2-1. Még megyünk? Még egyelőre megyünk, mert plusz ugye van még két. Jól van. Akkor jöhetek az SMS-ek, ha játszanátok, jó? Mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:09, de az még nem. 3:07 múlt pontosan 4 perccel. Az M1-es 123-as kilométerénél nincs baleset, Zoli küldte nekünk. Nyíregyházán a Frekitek helyén csönd van. Remélem minden oké. Tünde. Hát ő tünde, akkor most nem hallasz bennünket. Uh-huh. Ez a vihar, igen. De akkor minden oké. Vagy ha online hallgatsz, akkor... Akkor reméljük azért úgy szólunk. Most próbálj meg összeszikszalogozni Gyula a két kábelt. Így van, már elindult az autó. De nagyon szikrázik, és mindig hanyat vágja. Mert elnéztem, hogy ipari áramkábel szórakozik most. Úgyhogy négyszer föltöz csapkodta, de hogy ötöcsőre is nem fogja tudni legyűrni. Turán rádölt a fa az autóra a templomnál, te jó Isten, le van zárva az út. Zsolt küldte nekünk, aztán...
hát igen, Baján is hatalmas nagy vihar van. A Hajdú-Biharból tartok Szabolcsba, és nem hallatszik semmi se a Frekin. Mi van a rádióval? Miskolc és Vonzás körzetében akadozunk. Hát igen, ez a vihar. Ez az. Ez a vihar. Pákozik Pernőnő Pest felé, Trafi Velencéne jár az újabb Armageddon, Csabi küldte nekünk. Tehát onnan jön egy újabb hullám. Baján is van nagy vihar, fák dőltek, kitörtek ketté, Krityó küldi. Nem működik a fénysorompó a Pomázi Hévátjárónál. Hát kemény. Ez most csúnya, amit okoz ez a vihar. Ennek most van neve, vagy nincs már lassan ott? Ennek a viharnak. Adhatunk a viharnak. Neveket, nem? Női nevet kell adni. Ez egy Amerikában mindig női nevet adni. Azt tudom, hogy mindig női név van. De pont, hogy ne, akkor térjünk el, találjunk ki valami más. Akkor legyen férfi név. Legyen Lajos. Jó vagy. Vagy legyen utált nagy... Lajos. 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 Lajos a vihar? Hát, hogy nagy pusztítást okozott Lajos. Az megint áthallásos, ez nem jó. Ja, ma már minden név áthallásos. Jani, Jani. Bármilyen nevet ad az áthallásos. Akkor nem tudsz olyat mondani. Akkor legyen Andy. Ja. Nem jó. Árpád. Ász! Megint belegyúltunk. Nem tudsz olyan férfi nevet mondani, ami nem áthallásos. Na játsszuk, már itt is van a hallgatónk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggel, Orsi vagyok. Orsi, hello Orsi, jó reggel. Honnan hívtál minket, Orsi? Budapestről. Na, hát és hogy? Hogy sikerült? Vagyok. Nekem? Hát már olyan értelem, hogy harmadik kerület. Ó, na végre valaki a harmadik kerület. Melyik részéről? Ez Békásmegyer. Békásmegyer, az nagyon. Melyik oldal, Dunai vagy Duna, a másik? Duna. Az egy kicsit talán jobb, nem? Hát én azt gondolnám, hogy igen, közelebb van a Duna, de a hegyfelüliek mindig azt mondják, hogy ők a magasabb szintűek. Ó, és akkor a Dunai oldala megy a rivalizálás, és a hegy oldalások nem nagyon kommunikálnak. Nem tudom, igen, kemény harc megköztünk folyamatosan. Az menő. Jól van, Orsi, kivel játszanám? Én a Janival szeretnék játszani. Felem, egy Lőrincivel. Tényleg, most harmadik kerületi vagy, és nem engem választasz. Legalább érted, a Lőrinciek mindig Janit választják, mert ennyire lokálpatrióták. De várjál, egy évet éltem Lőrincen, úgyhogy azért nem. Ja. Ez így belefért. Hátba szúrsz. Okay. Harmadik kerületi. Hát milyen de én ezt azért csinálom, hogy legalább tudja nekem drukkolni. Jó. Akkor kicsit drukkolok neked is. Köszönöm. Jó, na átadlak Janinak, akkor 3-2-1 okay. És tessék. Felétek is nagy volt a vihar? Nagy, bizony, így van. Nálatok itt? Tört az ágakat, jaj. Tört az ágakat? Dőltek a fák? Tölte és tört egy pár fa, ez így van azért, ezt folyamáttal is érdettem. Kertesházban laktok? Sehogy is, ez egy emeletes. Lakótelep? Így van, bizony. Ilyen 4 emeletes vagy 10-es? Nem, ez egy 15-ös. Igen, jobb a kilátás, tudod, látom a Dunát. Igen, egy oldal. Hiába egy oldal, hiába harmadik a Lőrinci. Mondtam, hogy velem játszál. Hát egy harmadik kerületnek még el is vesztem szívesen. Lőrinci, igen, a Lőrincinek nem bánjuk. Igen, én nem bántok egy harmadik kerületi. Szép vagy, Jani. Úgy van, meg is jött akkor a heti győzelem ezzel. Köszönöm. Bocsánat, gratulálok. Semmi baj. Én is. Jó játék volt. Mivel foglalkozol, Orsi, egyébként? Érdekesítő vagyok, ilyen egészségügyi szolgáltatásokat értékesítek. Azt hogy kell elképzelni? Hát ez ilyen magánegészségügyi szolgáltatások, tudom, nem mindenki boldog az orvos szolgáltatásaival. Vannak ilyen magánegészségügyi intézmények, akik ilyen különböző éves bérleteket mondjuk így tudnak. Ja, értem. Számára, és akkor nem a körzetéhez kell bemennem, hanem magámba. Tehát te például Balázs, hogy szeretnél juttatást adni a kedves kollégáknak, akkor egy ilyet meg tudsz kötni, és akkor ők onnantól kezdve. Ó, nekünk elég az, hogy ő itt van velünk, mi juttatás. Bérletet kapnak. Mit tudom én, miket fizetek, milyen cím szólat. Nem szélagattam, de hogy is. Hát érted, hát még mi az, nagyon elkanászodnak, aztán nem szabad. Menjenek csak szépen a közkórházba, meg tudják, mi ez a regula. Viszik a gyógyszert, a WC papírt, a mindent, amit kell. Nem szabad őket elkapatni, mert aztán ellenet fordulnak. Ízléseket foponok. Orsi, köszi a játékot. Én is köszönöm. Szia. Hello, ciao. Jól van, hát akkor ez megvan. Meg is. Hát megvan. Na,
Úristen. Azt hittétek, hogy olyan lesz minden, mint a múlt hét. Mi, hogy most már karácsonyig ez lesz? Hát a tegnapi nap ez egy picit így remény nyújtott, de hát. Mire? Hát arra, hogy hát, ha esetleg... Jó, hogy elvesztettük tegnap egyelítettek volna. Vagy hát igen, ma lehet volna egyelítés. Na, de hát... Jól van. Vendégeink lesznek 9 óra után, képzeljétek el, jubilál a Barátok köz. Július 21-én van a sorozat 8000. epizódja. Keressük azt a hallgatót, aki mind a 8000-et látta. Az kap egy ajándékcsomagot, ha szúró próbaszerűen tud válaszolni bármit kérdésünk. Így van, de annál előtte teszteli. Igen. Merül szóval látta. Jön hozzánk Vili bácsi gyerekek. Oh, jön hozzánk kis Ramona. Megölelgetem egy picit, régen találkoztunk már. Kis Péter Balázs és Mérei Kata, ők valószínű újjak, mert őket kevésbé. Hát marhára nem. Aha, Illés Júlia és Illés Péter. Hát így van, az Illés család. Az Illés család is ellátogat hozzá. A Várkonyi, a Berényi. 9 éve vannak. A Berényi és az Illés család is eljön hozzánk. Gyerekek, úgyhogy 9 óra után kicsit nosztalgiázunk a kezdetekről, az indulás. De jó lesz. Vili bácsi bordalokat énekel nektek. Így van, Vili bácsi bőfékedik, bordalokat énekel. Táncol az öreg. Megtáncoltatjuk az öreget. Így van. Na jó van. Oké, de ez meg 9 óra után lesz. Jó, most elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Raj, gyerekek! 7 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánom mindenkinek, hát igen, kicsit üszöktem mostanában. Valami jön ebből a rohadt klímából, komolyan mondom, ez miért nem robban már föl ez nem, amikor épület. Bejöttél a szerkesztőség szobába, az ajtó félfáról beugrott 3-4 atka az orda. Bocs! Sok, ez így szó, hogy és ez csak ebben a kocos, rothadmányos épületben történik, de tényleg velem, hogy tűzszögök, érted, ez nem látok porszívót még, semmi, sehol, semmi, hát nem, mert máshol nem vagyok rosszul, csak itt. Otthoni légkondi, ez a pénzverde atka, vagy nem tudom mi ez. A pénzverde átok. A pénzverde átok. Tényleg. Hát igen, van itt minden. Hát érdekes lelőjük ezt a tanulmány. Hát nézd meg, hát én sehol nem vagyok allergiás. Bejövök ide, és egy ilyen kehes szamár, érted, itt izé prüszkölök. Hát komolyan mondom, hát. Nem robbantjuk fel ezt az épületet éjszaka? Hát, most, hogy így elmondtam. Nézzük meg, hogy csinálta Matuska Szilveszter azt a viaduktos dolgot. Valamit csak összetudunk. Hát, miért szép, ha most bármi történik, azt ránk fogják. Holnap történik. Elvileg bemelettem volna, de akkor két zene között, vagy meg kellett volna beszélni valamit, mit tudom, hogy két megszólás között pontosan egy zene alatt. Valamit, hát valamit. Most, hogy már bemondtad. Anna, ezt nem rögzítettük, ugye? Úgy sincsen már hely. Nincs. Nézd, a tűzben megsemmisül a vinyó is, úgyhogy... Mondjuk az is igaz. Teljesen mindegy. Nem? Hát ez komolyan vannak fültanúink, az a baj. És képzeld, tényleg történne valami, és engem kihallgatnának, hogy benne, valami gyújtogatás, vagy nem valami, tudod. Viccelgettünk, vagy pedig komoly igen, volt. Nem történt semmi, nem sérült meg senki, de Sebestyén úr. Rommá égne az épület egy hét múlva. Csak ma éjszaka valahol van a vihar miatt egy ilyen kábelszakadás, elektromos kábel. És leég az egész. Véged van. És ez történne a kihallgatáson. 2,5 millió ember füle hallatára. Ön azt mondta, hogy ezt az épületet fel kellene gyújtani. Nem, nincs egy kérdés, fél millió, mindig kozmetikázzuk a hallgatottsági adatot. Igen, hát szóval, ja, nem tudom, valami, vagy a klíma, mondom, vagy a klímából jön nem, valami. Nem, a klímát azt rendbe tették, én a múltkor elég keményen rálepültem el a témára, aztán a mi Gyulánk, aki jelenleg valahol küzd, hogy mindenhol legyen az egész országban Klassz FM, meg Morning Show, felvilágosított arról, hogy garanciálisan kijönnek, kitakarítják, rendbe teszik, tehát minden rendben van a klímával, nincsen gond, valami van a szőnyekben. Valami van a szőnyekben. Valami mozog a szőnyekben. Vagy a falakból. Vagy a falakból, valami. Az is lehet. De tényleg, én szeretem ezt a zsűr gyereket, de ahogy... És nincs otthon, nincs, kimegyek a szabad, semmi. A falakban lesz valami. Hogyha rászorítod a falakra a füledet, akkor hallod, hogy nyertünk, ezek nem ma épültek ezek a...
hangokat láttam. Ezt hallom, ez hallom, hogy az útra is. Énekelnek a falak, lehet, hogy ez a baj. Hát te sokat látott ez az épület, igen. Ez mindent. Ez még látta Árpádékat is. Ez konkrétan szemét szavaltam. Így van. Is, a falak látták, hogy negyedikből jobbra, tatárok balra. Mindent, igen. Na, ülőjútól a Nagyvárat érén nem működnek a lámpák, aztán ezekben a percekben éri, de a vihar Kecskemétre, Armageddon lesz, éjszakai sötétségbe borult a város, Anna küldte nekünk. Igen, hát ez most mindenhol így van. Kivel mondjuk Zalaegerszeg, kisütött a nap, van remény a hétvégére, Morsi küldte nekünk. Nagyon jó. Aztán a 81-es jövőt György felé és nyugat felé nézve már kék az ég. Kiskunfélegyháza mellett besötétedett, ideért a Supercell, a nagyon brutál Egro küldte. Aztán Budapest jelenleg időjárása csak marad, csak az marad meg, aki úszni tud, ezt Erika küldte nekünk. Igen, hát... Hát ez igen. Hát de ez ami, igen. Ami a folytatás illeti, csak egy mondat, holnap már jobb idő lesz, és aztán a szombat az nagyon cudar megint. Uh-huh. Szóval egy pillanatra fellélegzünk, aztán tudjuk, hogy milyen idő lesz szombaton. Víz alá. És aztán megint megyünk víz alá, mert szombaton cudar lesz. Nagyon szépen köszönöm annak a hallgatónak, akik megírta, hogy van Budapesten sportszemüvegbolt. Tehát lehet olyan sport szemüveg kereteket kapni, amikben bele lehet rakni dioptriás lencsét is. És már találtam is egy ilyet, úgyhogy patent dolgokat látok. Köszönöm lesz szépen. Nehogy itt aztán csetlejé bottoljál kutyán. Nem, tudod, mikor mész ott. Metró ajtót. Jaj, te magas a küszöb. Nem, beestél a metróba. Igen, hol vagyok? Miért két szempár, és milyen gyorsan közeled. Tényleg lehúzom a fél. Hát miért fölött. Jaj, de gyors, ez a két kis szemecske. Ilyen hamar jön felé. Mennyire erősen világít. Ki vagyok ettől az Ubertől, gyerekek, képzeljétek el. Én annyira szomorú vagyok, komolyan mondom, hogy ez elkeserít. És nem is azért, mert hogy nagyon sokat jártam Uberrel, mert egyébként nem. Én egyszer sem. De hogy valahogy mégis egyszerűen ezek lelki beteggé tesznek ezek a dolgok. Amikor is elindul egy új innováció, nagyon sok nagyvárosban már tudsz uberezni, jó, sokan használják, egyébként fizetnek adót és adnak számlát, tehát amit kiadtak közleményt, hogy azért mentek ki, mert nem akarnak tisztességesen adózni, ez nem így van. És egyszer kivonul az Uber azért, mert 100 taxis megzsarolta a kormányt, meg megzsarolt bennünket, meg le tudnak zárni, mert olyan eszköz van a kezükbe, utakat, meg hidakat, ez mindenki összeszarja magát tőlük, és akkor gyorsan inkább mindent szabályoznak, csak hogy ne kelljen a taxisok ellen venni, mert hatalom van a kezükben. Hatalom meg nem más, mint hogy elfoglalják a lánchidat, mert el tudják foglalni. Vagy meg tudják szervezni, vagy egyszer lehetőség van arra, hogy állandóan sztrájkoljanak, és félelemben tartsák a kormányt. Nem? Fura egyébként. Szóval tényleg. szörnyű, és ők beszélnek. Dolgozók, meg tanárok nem tudnak elérni, hogy semmit ebben az országon, vagy csak nagyon keveset, hogy több ezeren vannak. És itt van egy viszonylagos kisebbség, akinek a szolgáltatásaival valljuk be őszintén nem mindenki, vagy nagyon viszonylag kevesen élnek, és ők nekik mégis sikerül valamilyen okból kifolyólag. Nagyon fura ellentmondás. Nagyon fura, és nagyon sajnálom, mert nagyon-nagyon jó lehetőség, és mindig hiszek a szabad versenyben, mindig hiszek abban, hogy többen legyenek, mindig hiszek abban, hogy több szereplője legyen egy piacnak, és mert az mindig javítja a szolgáltatást, attól mindig jobb lesz, ha nekem van konkurenciám, akkor én is jobbat akarok csinálni, nem? Így van. Ez egy lehetőség szóval, lett volna a változás. Hát nagyon szomorú is, ez. A taxis szolgáltatások is változhattak volna, tehát hogyha ebből akár még jól is kijöttünk volna, én hangsúlyozom, mint korábban is hangsúlyoztam, nekem túlnyomó részt pozitív tapasztalataim vannak a taxisokkal kapcsolatban, egyszer-kétszer az én is belebotlottam hiénekbe, meg ilyen számla nélkül, meg ugyanazon az úton, mit tudom én, 2000 forinttal többé, stb., meg hosszabb úton, nekem is voltak ilyenek, de általában az esetek 90%-ában nekem jók a tapasztalataim. De szerintem tudtak volna mit tanulni az Uberesektől. Hát mint, hogy van olyan taxis társaság, aki csinált is applikációt magának, hasonlót, mint az Uberes applikáció. Tehát átjött már az innovációból valami, csak az összes többi nem. Én ugye, mint Uber felhasználó, tegnap kaptam levelet az Ubertől, akik hát megírják, hogy ugye mi történt, és hogy 480 városon a világban, ahol eddig voltak, most már 479 lesz, de köszönik nagyon Budapestnek, hogy együtt utaztunk egy időre, most elbúcsúzunk, nagy utazás volt veletek, írják így mindenkinek, aki ugye regisztrált az Uberre, és hát valóban vége a dolognak, szerintem ez olyan dolog, hogy van mondjuk egy első osztályú étterem, az követeli, hogy akinek kevesebb a bérleti díja, meg nincs annyi személyzete, az tiltsák be, hogy ő a rántott húst fele annyira árulja. Érted? Igen, abszolút. Hogy miért? Ez egy másféle szolgáltatás,
tudtak spórolni bizonyos dolgokon, valamivel kevesebb lett, ugyanúgy adót fizetnek, ugye ki kellett váltani az engedélyeket, minden egyes Uberes sofőrnek ki kellett váltani az engedélyt, adóznak, most még azt is felajánlották, hogy ugye Magyarországra megy, mert ugye eddig külföldi bankon keresztül működött az utalás. Egyszerűen érthetetlen, hogy miért született meg ez a döntés. Igen, egy egyszerűbb volt a taxisok terheinek a csökkentése helyett kiebrudalni az Uber. Igen, ez szörnyűség, mert persze optimalizálják az adózást, igen, egyébként meg felajánlották, hogy dűlőre jutnak a minisztériummal, amit te is mondasz, igen. Van olyan ország egyébként, ahol sikerült megbeszélni, hogy az applikáción keresztüli profitból egy meghatározott rész menjen az államkasszába. Ezt mondod, ugye te is. És ezt ők felajánlották. Tehát ami nekem a bajom ezzel, hogy nem egy egészséges konszenzus született, hogy oké, gyerekek, itt vagytok ti, hát nem fekszünk a fejlődés irányába, hanem találjunk ki valamit, nem nektek is jó, a taxisoknak is jó. Ráadásul nem feltétlenül van átfedés, tehát aki uberezik, az nem biztos, hogy taxizott, tehát az se állja meg a helyét, hogy a taxisok most nem tudom, mit, mekkora üzletet vesztenek ezzel, mert nem. Viszont aki uberezett, és most nincs uber, az nem feltétlenül fog taxit hívni, mert egyébként nem szereti azt a fajta szolgáltatást, és teljesen másfajta szolgáltatást akar igénybe venni. És átlátható volt, és költségkímélő volt, és nem volt lehúzás, és nem az volt, hogy én is megyek taxival egyszer ugyanarra az útra 4500-t fizetek, aztán meg 6300-at fizetek, érted? Szóval, hogy, és persze nem minden taxis ilyen, de rettenetesen sajnálom, hogy megint lett volna egy lehetőség arra, hogy a gyerekeinknek már egy kicsit nyitottabb, jobb világ legyen, akár a személyfuvarozás terén is, nem? Hogy azt mondjuk, hogy jön egy új innováció, itt vagyunk, mi is fölzárkozunk más városokhoz, nem, 100 taxis miatt most itt gyorsan becsokizunk, és akkor kitiltjuk őket. Hát, mert meg vagyunk kérdve a taxi lobbitól, hogy most még tízszer lezárják a láncidat, meg nem tudom. Szóval szörnyű, ez egy nagyon sötét jövőt vizionál egyébként nekünk. Hát inkább jelent. Hogy igen, jelent, és már nem is igen, hát nem is vízió, ez inkább egy sötét jövő, ami már a jelent tulajdonképpen, mert másfajta nézetre lenne szükség, hogy az ilyen innovációkat igenis támogassuk, és bejöjjenek, és legyen verseny. Hát ez a fejlődés útja, ez erről szól, nem? Tűcsák be, ez nem alternatíva. Még a szóval, tűcsák be, az még hagyján, mert azt a taxis mondja, ugye itt az van, hogy nem süket fülekre talált, hanem fogtuk és áthúztuk egy ceruzával a sztorit. Nem az volt, hogy gyerekek, hogy tudtok értelmesen egymás mellett dolgozni? Mit tud az Uber felajánlani? Nem. Uh-huh. A nagy penna azt, kész, vége. Hát hogy? Hogy működik? Akkor bármi, ami bejön, és az majd valakinek az érdekeit sérti, akkor azt majd megint így lehúzzuk? Tehát lesz bármi, ami esetleg modern lenne, előremutató, de az most valakinek majd megsérti a kis bizniszét, akkor arra megint születik egy döntés, hogy akkor húzzuk át, ezt menjen haza. Hát ezek szerint igen. Igen, és amikor a taxisok tüntetnek, tudod, akkor nem jelennek meg a kopaszok, meg akkor nem rángatják el őket, meg akkor nem viszik el őket, nem tudom, mint a ligetvédőket, érted? Szóval, hogy persze nyilván ma már azért nagyon minden átszött a politika, és egy Ubernél se tudsz máshogy beszélni. Egyet a közéletről már nem lehet úgy beszélni, hogy ne politizálj, mert minden, aki benne van a politika. Nem. De egyszerűen sajnálom az Ubert, a lehetőséget, a fejlesztést, a gyerekeinket, mindent, mert csak magunkra zárjuk. Mindig azt érzed, hogy csak zárjuk magunkra a kapukat ebben az országban, nem, mindenféle dolgot, közben pedig egy csomó új dolog történik a világban, ami nekem jó lenne nem elé feküdni, hanem azt mondja, hogy gyertek, használjuk, csináljuk. Legyen ez a város, legyen ez az ország sokszínű, akarsz menni taxival, taxizzál, uberezzél, érted? Persze nyilván adozzanak úgy, teremtsük meg azt a jogszabály feltételt, hogy az mindenkinek jó legyen. Én nem azt mondom, hogy csaljanak adót, meg vigyék külföldre, de felajánlották, tudom, hogy az appon keresztül egy bevétel egy részét azonnal átutalják az államkasszába. Igen. Ami azért nagyon tiszta, nagyon egyértelmű. Nem, valami van. Szóval sajnálja az ember, basszus. Valami van itt a háttérben. Tehát, hogy ez így valahogyan fura, hogy egy egész, hogy a kormány kiálljon egy ilyen, tényleg egy viszonylagos kisebbség mellett az állattenyésztésből élők, meg a tejtermelésből élők, meg a mezőgazdaságból élők kapnának, vagy kaphatnának ekkora támogatást. Igen. A kormány része. Az ő érdekeiket védenék ilyen vehemensen. Itt van, írja valaki, hogy miért nem tüntetnek az emberek az Uber mellett, hát azért 30, azt hiszem több mint 30 ezer aláírást összeszedtek saját maguk mellett, ők nem szólították utcára a népet, meg ők maguk az Uberesek nem zárták le a lánc hidat, ők egy másik módszert választottak, hát ez most kevés volt. Persze, de biztos lett volna olyan módszer, ami jó mindkettő, vagy megoldás, ami mindkettőjük jó, és akkor valahogy ez a közösen találkozik.
Nem? Igen. Webáruházakat is betiltani, mert nincs nekik bótjuk. Hát azt megcsináltuk, az a tiltsák be. Igen, igen, ugye? És akkor lehet sorolni. Tiltsák be, mit tiltsák be az e-mailt, mert a postásoknak nincs munkája. Igen, ezt megcsináltuk egyszer, és tiltsák be. Igen. Mit, hogy tiltsák be? Úgyhogy 24-éig vannak még szegények. Nekem van olyan ismerősöm, akiknek van beteg gyermeke, akivel folyamatosan otthon kell lenni. Az egyik tud járni iskolába, de a másikkal otthon kell lenni. És például ők most úgy oldották meg, hogy felesbe csinálják. Tehát 12 óra anyu, 12 óra apu az Uberben, vagy 8-8, nem tudom. És akkor így ugye mindig van otthon valaki a gyerekkel. Hát most képzeld el, ott két kereső ember ebből élt meg, a család ebből élt meg, 24-éig, azt onnantól kezdve vége. Igen. Ez igen, és maga a gondolkodás az nagyon rossz, az nagyon kádárista, tudod? Tehát ez a... De tényleg komolyan, ez egy ilyen szomorú gondolkodás, hogy nekem van egy szolgáltatásom. Van neki is egy szolgáltatása, oké, adott, optimalizált, találjuk meg a dolgot, hogy ne úgy csinálja, valóban fizessen az államkasszába, de nem azt mondom taxisként, hogy akkor mivel tudom az enyémet még bizalomgerjesztőbbé, jobbá tenni, olcsóbbá tenni, tárgyalni, hogy akkor ne legyenek fix tarifák, amit egyébként a taxisok akartak, bármilyen megoldás. Miben kéne változnunk ahhoz, hogy... Hanem öljük meg, gyilkoljuk le, üzzük ki, tüntessünk, nyírjuk ki, üzzük el, égessük meg és feszítsük keresztre, fönt valahol legyen a konkurenciát. Érted? Tehát ez a fajta rossz hülye magyar, vagy nem is tudom milyen gondolkodás, nem feltétlenül magyar gondolkodás, ez egy örökség ebben a térségben, hogy nem azon javítok, ami nekem van, hanem elteszem lábalól a másikat, és akkor maradok ugyanúgy, nem? Így van, ez a legegyszerűbb, kinyírni, vagy kinyírni. Mert akkor tudok tovább hiénázgatni, tudok tovább lehúzogatni, tudok tovább a keletiből fölvinni a várba egy turistát 18 ezerért, miközben egyik csak 3 ezer az a fuvar, nem? Tudok egy kicsit zavarosba alászni, a másikat meg betiltatom. Ez ugye? Az, szóval, hogy a gondolkodás. Az emberek, miért megy nekik jobban? Nem tudom, véges. a gondolkodás, a szemléletet kellene ebben az országban kicsit megváltoztatni. És kapukat nyitni, nem? Meg agyakat szellőztetni egy kicsit, hogy valahogy más legyen. Nekünk már nem. Tehát nekünk már nem lesz jobb. Szerintem. Én azért hanem, kicsit reménykedem. Ez a hajó elme. Nyújtson már nekik. Lága vagy. Értem, ez a hajó elme. Vagyok, de legalább a gyerekeinknek. Tehát, hogy vagy a unokáinknak. Egy nyitottabb, energikusabb, szabadabban gondolkodó, szabadabban véleményt kimondó, valahogy nem is tudom, egy boldogabb, szabadabb generáció nőjön. Igen, csak 6-8-13 éves a gyerekünk, és már ebben nő fel. Érted? Nekem ez a bajom, hogy ő most pontosan benne van. Nyilván hogy még kicsik, de a virág érte 13 évesen, azért ő már egy nyitott, ő már egy agy, egy szellem, mert az én 6 éves somámat nyilván nem érdekli az, hogy tiltották be az Ubert, érted? És lehet, hogy még nyilván így a virág sem van rágyógyulva, de ha ez megy továbbra, és akkor ők ugyanilyenek lesznek. Igen, és én azt is tökre értem, hogy a taxis azt mondja, hogy figyelj, nekem most fix a tarifám. Persze, ez évekig nem volt fix, most az lesz, tehát ha maga a rendszer, amit kialakítottak, vagy kialakítattak, az sokba kerül, az drága, nem jó a fix kilométer, akkor az is egy díj, hogy ezt megint újra letárgyaljuk, utána itt az Uber, és mindenki megy megint, ami neki jó, vagy ahogy neki jó, nem? Na, viszont egy pozitívumot is említsek, hogy azért ez a világ még nem érett meg a pusztulásra. És hogy azért kiűzték az Ubert, de van remény. Igen. Záhonyban süt a nap. Nem, tényleg, én most ott tartok lelkileg, én most ott annyira lent vagyok sokszor, vagy így keresem a jót, hogy megnéztem egy videót, és azt gondoltam, hogy ebben a világban még azért maradt lehetőségünk arra, hogy még történjen valami jó. Nem tudom, láttátok-e ezt a videót, biztos láttátok, mert bejárta az internetet, amikor is egy francia és egy francia drukker az elveszett meccs után sír. Láttátok ezt a videót? Nem. És megvigasztalja egy? Hát, figyelj, egy uberes. Nem, figyeljetek, szerintem az utóbbi évek legeslegjobb videója. De amit így meg tudsz nézni, többször megnéztem, és mindig kicsit jobb kedvem lett, és azt gondoltam, hogy oké, jól van. Azért még talán nincs nagy baj, vagy nincs akkora baj. Azt látod a videón, hogy sír egy francia drukker az elvesztett EB döntő után, egy 23 éves pasi nagyon zokog, de ott a barátja is vigasztal, és látod, hogy a pali nagyon menthetetlen. Menthetetlen, hát nyilván sajnálja. Teljesen érthető a dolog. És azt látod, hogy egy ilyen portugál mezbe öltözött, ilyen 8-10 éves forma kisfiú, egyszer csak így odalép hozzá, de jóval magasabb ugyását. Fölnéz, és kicsit így megütögeti a vállát. És figyelj, nagyon cuki. Hogy jóval semmi baj.
hogy ne add föl, hogy semmi baj, hogy ne. És a srácon látszik a francia dukér lenéz, és egy pillanatra nem is érti, hogy valójában mi történik, mert látja, hogy portugál mezben van a kisrác. Megsimogatja a fejét, még mindig nagyon zokog, majd a srác már indulna a kicsi, visszamegy, és megöleli. És ölelkeznek. Ja, hát figyelj, annyira nagyon szép az a videó, és szerintem az egy ilyen emblematikus videója lesz az EB-nek, és azt látod, hogy a kicsi visszamegy, fölnyúl a nagy nyaka nyakába, és a 23 éves francia, meg a 8 éves portugál drukker hosszasan ölelkezik. Nagyon szép videó. Tényleg, nagyon jó megnézni, meg úgy lélekemre, és azt gondolod, hogy jó van, még talán nincs akkor a baj. Aha. És utána megsimogatja még egyszer a fejét, mutatja, hogy jó van, ne sírjál, tud, mi jó van. Legközelebb, és akkor kilép a képből. De az arcok, meg a metakommunikáció, meg az ölelés, az egész nagyon szép. És a 23 éves habsérnak a végére, hogy a síres el is múlik. Kicsit úgy megvigasztalódik nyilván, és látod, hogy tök más színben, teljesen más országból, két azonos nyelvet valószínűleg, ugye nem beszélő angolul, nem biztos, hogy kommunikáló ember, úgy lép oda egymáshoz, hogy azt gondolod, hogy na erről is szól a sport, vagy erről szól a futball, vagy erről is kellene, hogy szóljon, nem csak az ultrákról, meg mit tudom én arról, hogy négy embert eszméletlenre vernek. De nagyon szép videó. De jó. És én látom már, csak rád kell néznek jobbra, hogy valami rettenetesen cinikus, szemés, aljas, lelketlen, rohadt beszólásra gondolkozom, mert jobbra néztem, és láttam a kis furmályos agyacskádat, hogy töröd már, hogy mivel rombolsz szét ezt a kis, végre ezt a pozitív megszólalást. Na mond. Most itt, mert látom lelkét személy előtt, hogy bőrfejűek rabbikat ölelgetnek a Zuhány utcában. Igen. Van ezt a kisfiú, zsidó kisfiú, de tényleg, szóval, hogy azt megnézed azt a videót, és azt mondod, hogy jól van, na jó van, azért ebben a világban van még valami, ami szép meg. Jó, tök helyes. Tényleg nézzétek meg, nagyon jó. Nagyon cuki videó. Nekem, hát amikor a kismacskát újraélesztette a tűzoltó. Jó, van, rohadjál te meg ott, ahogy. Szájjal? Nem. Egy ilyen kis oxigénmaszkot tettek fel. Ahogy kihozza az égő házból, és utána... Igen. Oh. Ne indulj fel a fény felé! És így nyomkodta a pici melkasát is. Ott mi a tempó? Ott is 120. Igen. Tényleg szép. Azt nem láttam, de megnézem azt is. Tudod, a Stay Alive, azt kell hallgatni. De megvan az a videó például. Hihetetlen. Nagyon cukis, ahogy elkezd lélegezni a kis mellkasa, a kis picinek. Imádom az ilyet. Na, az is egyébként. Igen, szóval, hogy ezeket jó így néha megnézni. Mert felraktuk ezt a portugálosat a Facebookra, Laci írta már, hogy fönt van. Érdemes, tényleg. Csak helyes, nagyon aranyos ez a videó. Uh-huh. Na mindegy. Valamelyik nap láttam közterületeseket, ahogy paprikárusokat ölelgettek a De milyen jó lenne egyébként? Milyen jó lenne? Mi ezer évvel ezelőtt megcsináltuk a Danubiusban ezt az ölelés napját, ez két évig ment, egyébként tök nagy siker volt, emlékeztek? Tök jó lenne, ha csinálnánk majd egy olyat, hogy az utcán, a hétköznapokban... Milyen szép lenne, nem? Az elvileg a nagy ellenségek... És oda menél, és akkor azt hallod, hogy arról beszélgetnek, hogy vajon melyik paprika a legjobb a lecsóban. Én mindig szoktam vele beadni egy kis pritamint. Igen, az szerintem is nagyon jó, de azért a TV paprikát... Ja, igen, a területfoglalás sincs 30 ezer. Nem csak egy olyan reggelt valamikor előre bepromózva, hogy öleld meg az ellenséget? Tehát arra gondolok, hogy mit tudom én, BKV utas megölel egy ellenőrt. Egy volt Uberes oda megy egy taxishoz. Ennek az a veszélye. Egy pofa. Igen, ez megvan. Az időcsém, a kávira 3000, föl a várba 8000. Nem akarom, hogy elvigyél, csak be akarnak ölelni. Mit tudom én? Kika egy közterületes megölel egy éppen egy ott parkolód. Érted? Tehát a város... előtt megöleli Türner Gyulát. Meggondol túl azért. Te kilépsz az utcán és tele vagy ellenségekkel, nem? A BKV ellenőr, ha BKV-zol, a közterületes, a megbűnt, az autós, a biciklis, hát tele vagyunk. A meg nem várt utas a buszvezetővel éppen küldi el az anyjában, hogy megöleltetjük a nagy ellenségeket. És írnak nekünk a hallgatók, hogy járókelő vagyok, ott volt egy közszeretes, nem pofán vertem, megöleltem, nem értette. A BKV ellenőr vagyok, megöleltem egy idősnél. Mit tudom én? Nem? Jó, de mondom, félek, hogy lesz egy ilyen vége. Te úgy ölelés, hogy az ellenfeledet, az ellenségedet, azt, akivel egyébként nem valószínű, mert a megbüntetett, beszólt, megalázott ellenőr volt, bunkó volt veled, bántotta a gyerekedet. Zseniális lenne. Mit tudom én? Veszprém és Felcsút között félúton megölelni egymást, Mészáros Lőrinc, Simics Kalajos, nem? Hát milyen csodálatos kép. Na, látod, és akkor még flekink is lenne. Na, gyere majd, ezeket a fiúkat dolgozni. Igen, na látod, hogy mennyi ilyen ölelős dolgot se lehet adélkül elmondani, ne lenne benne azonnal politikai áthallás.
mit tudom én, Dir Gergenc megölelni Kolosi Péter. Nem? Tehát, hogy megcsinálnánk ezt a, ne ölelj meg bárkit, hanem az ellenségedet, az ellenfeledet, akire haragszol. Két konkurens zöldséges egymás nyakába borulva sírna a nyugatinál, hogy eddig csak bántották egymást, érted? Egy Burger King-es, egy McDonald's-os. Mit tudom én? Jobbi, rosszbi, sokkal a barátok köztöseket ölelgetni. Így van. Kisramon ölelgetni littait. Ha én végeztem vele. Igen. Vagy mit tudom én, Gönci Gábor megölelni, mit tudom én, Szellő Istvánt. Tényleg. Vagy Marsi Anikó Erős Antóniát, érted? És lenne mindenki szelfizne ilyen képeken. Hát tök jó. Tök jó lenne. Kicsit ilyen macskafogó, amikor átmennek a macskán, és akkor pillangókat kergetnek. Nem? De én ezt így bírnám. A világ. Überesek taxisokat, ugye? Erről beszélünk. Igen. Írjátok meg, hogy kikit. Jó? Überesek taxisokat, igen. Harsányi Levi Buda Marci. Igen, Harsányi Levi Buda Marci. Tehát, hogy ki ölelhetne meg kit, írjátok meg neki. Hát jó, ugye? Igen. Én a Bereckit írja valaki, abszolút igen. Jóba vagytok, jó, nem igen. Kell ez a műbal. Igen, a láncidosok a karcosokat. És vissza, igen. És küldözgetének egymást mindenfelé hidegtávokat. Meg számokat, nem? Igen. Robika írja, postás a kutyát, tök jó. Igen. Én a bocsival, de nem vagyok jó rosszban, sőt, mi kifejezetten jobban vagyunk, de egyébként simán, nekünk már volt ilyen képünk. Tehát ezt egyébként meg lehetne. Viktor Fletót. Igen, hát jön. Jaj, de imádnék egy ilyen napot. Úristen, de jó lenne. Fekete Laci, Norbit. Tényleg, ők egyébként rosszban vannak? Én nem tudom, hogy ők rosszban lennének. Nem, akkor Béres Alexandra Norbit, mert ott azért volt egy kis kamaskodás. Vagy Norbi a logopédusát. Igen. Te rohadék vagy. Na írjátok még meg, jól van ötletetek. És én még mindig az Uberesekkel vagyok. Na most visszakanyarodtál? Nem, semmi, csak ennyi. Na, ki ölelne meg, ezt írjátok már. Igen. 8:05 jövünk a hírek után. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, meghallgatók, itt vagyunk. És az Uber kontra taxiról beszélgettünk. Ahogy ugye kiűzték az Ubert, és hát szomorúak vagyunk, én legalábbis mindenképp. Nem voltam nagy Uberes, csak egyszerűen sajnálja az ember, mert valamivel egy kicsit megint jobb lehetett volna. Ugye? Az itt élhetőség a más város. Más, új, minden. Korszerű, haladós. Így van, jó. Így van. Jó. És arról beszéltünk aztán, hogy milyen jó lenne egyszer olyan napot csinálni, amikor nem csinál szimpla ölelés nap, hanem mindenki megöleli azt, aki az ellenfele, vagy az ellensége, vagy hát legkevésbé a barátja. Hétköznapi emberekről beszélgettünk, ugye, hogy amikor kimész az utcára, sajnos hát akkor is tele vagy ellenségekkel. Az autós a gyalogosnak, a bringás az autósnak, a BKV ellenőr az utasnak, a közterületes az autósnak. Szóval itt mindenki mindenkinek farkasa, és egyszer csináltunk egy olyan napot, amikor is ugye az ellenfeledet, ellenségedet öleled meg. És kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy kit ölelhetne még meg a magyar közéletből, a celebek közül, vagy csak a hétköznapi emberekről van szó, vagy úgy értem, hogy nem híres emberekről, akkor írjátok meg. Nagyon jó, nagyon szeretem. Ez jó egyébként. Már kaptuk egyébként a legfrissebb információ az, hogy a ligetvédő aktivisták éppen most bújtak össze a bőrfe... Majdnem azt mondtam. Szóval, hogy a kopasz biztonságiakkal a Városligetben összebújtak az esőben. Celepérek a fitness edzőt ölelgethetnék. Igen, ők ölelgetik szerintem. A Jani ölelje meg egy másik embert, mindegy, hogy kit. Simicska és Orbán Viktor, igen, ölelés vadász szabaddisznót mindenképpen, jó? Szadler József a NAV-ot ölelhetné meg. Maja Gold Michel Wilde is el megölelhetné. Más Lagzi Lajcsi a villanyóra leolvasott, küldik nekünk nagyon sokan. Tarlos Vitézi ölelést is megnéznének, rengetegen. Igen, én a szeretőm feleségét ölelném meg. Népszabis a magyar nemzetest, Endi Vajna, Damu Rolandot. Nagy barátkozás, gyerekek. Bali ölelje meg Charlie a majmot, Majka ölelgetné Dokment, Pintér Attila, Ben Storkot. Tibi atya Oravec Nórát. Az nagyon jó. Nagyon jó, nagy ellenségeskedés. Lenne, igen. Sarka Kata öleje meg Bálint Antóniát, szintén egyébként nem ütlési, nagyon jó. Az osztrák focisták a magyar focistákat. Marci küldte nekünk, Kozsó öleje meg a valóságot, szerintem ők sincsenek jóban. Kozsónál még másod jobban el lehetne mondani, nincs már kapcsolata a valósággal, de Kozsó hasonlóan sem rossz. Gabesz küldte nekünk.
Azt mondja, hogy ölelkezzetek össze az RMHH-val, fiúk. Igen. Az egy nagy ölelés. Jöhetne tőlük tényleg egy hivatalos. Norbi, ölelje meg a porcukros fánkot. A Fradi Ultra Kubatovot ölelgetnék meg. Ez egy nagy találkozás. Most megyek üdvényként Tatabányára tárgyalni. Megölelgesem az ügyész, vagy jó lesz a tanácselnök is. Csaba kérdezte. Majka Dopman, ligetvédők, igen, a favágókat, a hentes biogabit, a Hajdú Puzsért, szóval lenne azért itt, lenne itt azért kinek ölelkezni, igen. Tarsoly Csaba, Questor károsultak. Egyesével az összeset. Most hallottam, hogy valamilyen, nem tudom, jó hallottam, de vagy valami 1 millió, nem tudom, hány ezer oldalat a vádirat, vagy valami. Hát, tehát, igen. 11 CD lemezem van. 11 CD lemez. Hát el tudod képzelni, hogy gépelt lapból, hát, tehát vördoksiból az mennyi. Igen, Vida Ildikó, Barack Obama. Jó lenne egyébként egy ölelés. Nagyon jók jönnek. Egy tervezett öleléssel hazacsalogatni kommediátor Marcsikát is. Egy barát, sokan szeretnék megölelgetni. Sokan szeretnék el se engedni. Igen. Szóval hát ilyenek jöttek, köszönjük szépen. Lenne benne, mi is úgy éreztük, hogy ebben azért lenne. Lenne ráció. Egy ilyen nagy találkozást tök jó lenne legalább összehozni. Hogy itt tényleg bent, akikről tudjuk, hogy hosszú évek óta gyűlölik egymást, tényleg, hogyha szóba kerül az egyik embernek, hanem a másik, az rögtön, hogy hívják, savanyú lesz a szájíze, lefelé vigyed, és ott hagyja a riportert, amikor rákérdez. Valami ilyen találkozat így össze kellene. Tök nagy lenne. Azt hozzuk már össze. Jó, mert a Hajdú vagy a Puzsér minket is utál, tehát hogy azért is lenne jó. Tehát, hogy esetleg Hajdú lenne, akkor mindenki ölelkezhetne, mindenki. Így van. De volt náluk. A Hajdú nem utál minket. Nem a Hajdú, Puzsér. Ja, Puzsér. Azóta utált meg. Nem kedvel minket? De ő kit szeret? Hát senkit. Hát ez leginkább önmagát nem szeret. Hát, hogy nehéz bárkit szeretni, nem szereted önmagad, nem? Hát akkor haragszol az egész világra. Mindenkire dühös vagy. Most mélyítettünk is egy kicsit. Én ismerem a Robit, nincs vele bajom. Neki van. Totálisan bipoláris a csávó. De arra ezzel is, hogy itt beszélgetetek kint a folyosón. Régen volt valami, az már. Azóta történtek dolgok. Azóta lemaradtam. Én frissebb anyagokat is hallottam. Hát akkor akár veled is ölelkezhetne egyébként. Velem ölelkezem el a halát. Na, már bocsánat, ugye, nem igen, úgy értettem természetesen. Dömsödi Hajdút nagyon jó. Igen, Balázs Avancsit. Igen, az erdész a fákat, Feri a hentes. De Balázs az összes zenénk szerzőjét és előadóját. Igen, és sok mindenkit megölelték. Na jó, oké, hát csak eljátszottunk a gondolattal, de köszönjük szépen, szellemeseket írtatok, köszi. Úgy sem változik itt semmi. Nem változik nagyon semmi, igen, de... Na igen, de ez nem szólt feladni. Játszunk, itt van már is, hogy hallgatunk. Visszafelé beszélünk. Lészhebb élet a szív. Botájálat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Buongiorno! Buongiorno! Adri, hello Adri, jó reggelt! Buongiorno! Adri, hello, honnan hívtál minket? Haláttelek. Halász! Vártunk egy Firenzét, vagy Rómát a Buongiorno után. Bápoly, vagy. Hát ne is mondjátok, annyi hideg van itthon, hát... Nem mondod, hogy te is külföldön dolgozol, csak hazajöttél, nem áll? De, és hazajöttem, és azt mondom, mi ez a hideg? Gyerek, az utóbbi pár hétben ez iszonyatosan megnőtt. Tehát mindig is voltak, de most már szinte több van. Tehát érdemes lenne egyszer pénteken összeszámolni. Több az a hallgatónk, aki külföldön dolgozik, mint aki itthon. Már többen hallgatunk, mint kint. Igen. Mint itthon. Olaszországban, Adri? Olaszország, de most itthon nyaralok. Hazajöttél nyaralni? Jó hely. Mióta vagy kint, mit csinálsz? Hát majdnem egy évet voltam kint babysitterkedni. Na, ez ilyen óperkedés? Hát ott vagy a családnál, és ott is laksz. Igen, óperkedés Vicenzában, Velence mellett. Jaj, a kis bambinike. Jó az olaszod? Tehát ott tanultál meg, vagy már úgy mentél ki? Vagy nem kell oda? Nem, mentem, hogy a gimiben tanultam, és akkor volt egy kis alap, és akkor úgy mentem ki. És akkor ott gondolom tovább fejlődött. Na hát igen. És most azért napi szinten 0-24-be. És ki van most a gyerekekkel? Vagy eljöttél a családtól? Igen, most eljöttem, most a gyerekek is tartanak a nagyszülők, egyik Szicíliában, a másik Szardiniában, szóval... Istenem, milyen jó, amikor az egyik szülő Szicíliában, a másik Szardiniában lakik, nem? És mekkora gyerekek? 6 éves, 11-15. Jó arcok. És mind a három fiú. Igen, jó. A vagányok az olasz gyerekek, nem? Nagyon, meg el van a kényeztetve, meg kicsit, hát szóval, ja. Ütöd, vágod őket rendesen? Dehogy is! Meg tudod, mi a magyar. Meg tudod, mi az a regula. És mész vissza hozzájuk, vagy most hazajöttél végleg? Vagy csak nyaralsz? Nem, visszamegyek még egy kis időre, aztán elválik, hogy mi lesz. Fater bepróbálkozott már?
Hát most mondta, hogy elválik hamarosan. Tényleg nem volt ilyen kis... Söndörödés nem volt, semmi. Söndörödés, kis kétértelmű megjegyzés, kis izgatás, semmi. Mert ez olaszok nagy nőcsabászok. Gyerekek, mikor fekszenek és mi? Én is ezt mondtam, de ők azt mondják, hogy ők nem olyan olaszok. Egyik nem olyan olaszok. Ja, nem olyan. Egy magyar családnál vagy, aki 10 évvel olaszország. Igen, mert anyai egon norvégok. Okay. És mi a dilemában vagy, hogy hol jobb, vagy hogy visszamenjél le? Vagy... Igen, szóval most őszintén, igen. De szóval miért? Látom itthon mi van, meg hogy kint talán mit lennének. És mi van itthon? Hát mindenki tudja, mi van itthon. Jó, de ott is van egy berlusconi. Na azért kérdezem, hogy mi a dilemma? Hát, hogy most hol tanuljak és hol éljek? Itthon vagy kint? Aha. Legyek világot látott, vagy jöjjek haza és szenvedjek itthon? Hát, ha mi a kérdés? Látod. Tehát, ha így látod, akkor mi a kérdés? Igen. Tehát a vajudást nem értem, úgy értem, hogy még vajudsz, hát nem döntötted el? Hát, még nem azért. Ez furi. Hát, de ha erre azt mondod, hogy rossz arra, meg hogy jó, igen, akkor jó. Mit kell gondolkozni? Család, barátok? Család, igen, hát basszus, bocsánat. Költözzenek. Ez nem olyan nagy távolság. Nem, hát azért komoly dilemma, somlói vagy profiterol. Mindenki azt mondta, Amerikában vagy, azért az oké, de hát egy Olaszországban ember egy papadossal, mint amit itthon van egy óra alatt. Hát sőt, kocsival 6 óra alatt. 6-8 óra. Jó, hát igen. Van egy komolyabb baleset, az M7-esen hosszabb lejutni Balatonra, érted, míg hazajössz. Olaszországból, szombat reggel ennyi időt nem ülsz le Velencére. Oké, jó van, hát akkor döntsél. Belátásod szerint. Köszönöm. De ebben nem tudunk segíteni igazából, hát ezt neked kell tudni. A választásokig mindenképpen várja. Adri, figyelj, már csak két dolog, egy híres emberünk és egy szólásmondásunk van. Fogalmam sincs, őszintén szóval mindig visszahallgattam, de nem tudom melyik a legkönnyebb, segítsetek. Azt már kipipálták, a London volt a legkönnyebb, hát az már volt. Akkor, na jó, híres ember. Híres ember, jó. Oké, mehet? Olasz folyó, óp. Mehet. Igen. Akkor indítjuk az órát. Várjál, most összezavarodtam. Igen. Jó, figyelj, indul. Sokin kelam. Na? Sokin kelam. Sokin kelam. Mutatom még egyszer. Sokin kelam. Kelam. Siess, Sokin kelam. Hát nem nehéz. Ki lehet? Malek Miklós. Azaz. Így van, jó. Malek Miklós, ez nagyon szép volt. Az utolsó utáni pillanatban így van. A híres producer. Grazie mille, ragazzi. Ahogy mondom. Ciao, amici. Én kettő, de vékony tésztásod. Viamo. Jól van. Oké, akkor otthonra küldjük az ajándék csomagot, jó? Hát még itthonra. Köszönöm szépen. Mikor indulsz vissza? Szeptemberben. Hát nagyon jó dolgod van. Hát mi a hosszú szabi ez? Hát meddig nyaralnak ezek a gyerekek? Komolyan mondom. Hát sem még gondolkozol. Hát tök jó meló. Hát, mire visszamész, ők repülnek, hát nem a fater. Így van. Jani, nem változtál. Micsoda, a nagyobb a legnagyobb már 15 éves. Hát azért ott már van érdeklődés. Ott lesz majd a plan alatt. Újhatok kint villámlik, de hogy villámlik. Hát igen, nagyon félek, nagyobb ilyen hülye vagy. Ja, akkor tegnap ugyan. Igen, beülhetek meléd a kádba. Én is nagyon koszosnak érzem magam, mondja majd a 15 éves. Na jó van, puszi Adim, ciao. Köszönöm, sziasztok, ciao. Ciao, bambini, bambino. Valamelyik csak jó. Csíze csokító. Ízi. Capricciosa. Megkezdjük. 3 perc múlva 8 óra. Jövünk a hírek után. Kicsikét szűk a világ nekem. Keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot. Lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig te poharak az asztalon. Ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, 12 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Hát borongós az idő itt Budapesten, de hát nem csak itt gondoljuk mindenhol, hiszen átvonult az éjszaka egy hideg front, és hát emiatt egy kicsit, hát esik az eső, hideg van, lehűlt az idő, 35-ből 25 lett, sőt, még annyi se 20. Kemény, nem? Azért 35-ből lesz, hogy csak egy 20, az 15-es azért az úgy...
kemény, igen, de hétvégére még rosszabbat mondanak. Holnap lesz egy kis enyhülés, picit kisüt majd a nap, néhány helyen már egyébként ma is süt, aztán szombaton pedig egy újabb Armageddon jön. És igazi felmelegedés a jövő hétfőn kezdődik majd, de reméljük, hogy sokan nem terveztek el a pár napra Szabit. Úgy most a mit lehet megnézni a környéken? Kérdést teszik föl. Elsőben nagyon semmi, de legalább ha nem esik, tudod, akkor nagyon mi van itt a környéken, amit meg lehet nézni? Amikor nem látod a napot, akkor egy ilyen saját kis mesterséges napot kell teremtened magadnak, ami áthúz ezen az időszakon. Nekem ma például egy jó lecsó lesz az, ami át fog húzni, pénteken pedig az az 5 darab trónokharc, amit letöltöttem már a pendrive-omra. Tehát, hogy mindig, látod, mindig kell találni valami. Valami kis pozitív dolog kell, és ebből a szempontból nekem megjött a nap SMS-e, imádom, azt mondja, hogy Veronika írja nekünk, hogy ne csak a sirám meg a panasz legyen a gennyes idő ellenére, pontosan jár a vonat a Budapest-Cegléd vonalon. Nézd meg, hogy meglátta a jó Isten. És jó hír. Ő már megvan, igen. És ez egy tök jó dolog. Csak mondanám, hogy Gárdonynál viszont nem megy, tehát hogy ott. Na jó, hát ők keresnek valami mást. Ők higgyenek a lecsóban, mint például én. És egyébként nagyon sokan örülnek a Majka számnak. Majka szám, így van. Hát egy jó kis Majka. Kérdezik, hogy tartozunk-e neki, vagy igen. Mi van, hogy lejátszuk. Hát most már nyilatkozhatsz nekünk, Majka. Játszunk. Igen. Hát csak üzentem. 16 fok van gyálon. Köszönjük. Az SMS 17. kerület városközpontban nem működnek a jelzőlámpák, nagy a káosz Pest felé, a Pesti úton, a Népkertnél koccanásos baleset, két sávból csak egy járható, nagy a torlódás. Ezt Móni küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt nézem, hogy oké, ezen átugrunk. Itt van, megvan. M0-áson a Diósdi kihajtó után Törökbálint felé áll a víz az úton, nagyon csúszik. Kb. 4 autó előtte ment össze. Nagyon vigyázzatok, kicsit Besza Behu volt, Jani küldte nekünk. Ja, értem, hogy de hogy előtte akkor történt pont a baleset. Hogy előtte történt, igen, Törökbálint felé áll a víz az úton. Úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Majka, már elbuktuk a frekit. Zsanetét. Mire ide? Nagyon jó. Igen. Majka. Hogy Majkát már játszunk. Elbuktuk a frekit. Igen. Hogy olyan meglepő, hogy nem. Ja, hogy már minden megtörtént. Van, aki nem ismerte föl, mi ennek a számnak a címe. Majka Curtis. Belehalok. Igen. M0-áson brutál vízátfolyás az M1 felé Anna hegy előtt. Vigyázzatok! M1-esen az 58-as kilométernél szalagkorlátnak csapodott egy mikrobusz Pest felé. Zozi küldte. Pomász Hévátjárónál nem működik a fénysorompó. Valamint hármas karambol a Lurdival szemben az Árpád híd felé. Alakul a dugó, ezt Csabi küldte nekünk, köszönjük szépen. Hát igen, most mindenhol dugó van, eső van, hideg van. Én októberi időjárás, nem? Na, hát azért 20 fok nem október, de ez az eső az tényleg nem jó. Azon gondoltam, jöttem be az M7-esen, és ott vannak olyan szakaszok, ahol ki van téve a 100-as korlátozó tábla, de alatta van tudod a kiegészítő, hogy ha esik, akkor kell 100-zal menni. És hogy ezt miért nem tudják megcsinálni, hogy esőben ne fog, vagy lefolyjon a pályáról a víz. Ott mi lehet az akadály? M7-es jössz mit jön a Balaton felől, aha, és a város előtt 30 kilométerre körülbelül van több ilyen szakasz is, eső esetén csak 100-zal mehetsz. Hát gondolom, hogy völgy. Tehát, hogy nem de hogy nincs ott valami egy ilyen vízárok, vagy egy elvezető, hát 2016-on könyörgöm. Hát ezt úgy szokták, hogy az autópálya mindig kifele lejt egy kicsit, ugye, hogy ne álljon meg a víz. Tehát, hogy az úgy építik eleve, hogy pár centi szintkülönbség van a belső sáv és mondjuk a leálló sáv között. Csak ugye folyamatosan kifele folyik. Na de hát víz. Így van akkor az autópálya kis túlzással, tehát az egy, mind a két sáv ugye kifelé lejt. Felmutatott egy ilyen ebben ezt a három szobleroncsot. Nem, szerintem egy irányba. Tehát, hogy a belső és a külső is egy irányba. Mondjuk a Pest felé jövőt mutatod most, de a lefelé menő az megint. Ja. Nem? És akkor honnan folyik rá? Fingom nincs felé. Oké, köszönöm, mehetünk tovább. De igazából fingom nincs, nem tudom megválaszolni. De nem baj. Beszéltünk egy témáról, itt majd valaki megír. De ne, hát ezek érdekes dolgok, de te is de nagyon jól tudod, hogy ez egy költői kérdés volt a részedől. Tehát, hogy azt nem tudják megoldani, hogy egy aluljáróból elmenjen mondjuk a víz, pontosabban, hogy az aluljáró úgy épüljön fel, vagy meg, vagy le, hogy legyen benne vízelvezetés, mert hogy, amióta gravitáció van a Földön, és az elég régóta így van, azóta ugye lefelé tart a víz. Ha ezt nem tudják megcsinálni, akkor ezt hogy akkor tudnák ezt minek? Már? Igen, ezeket nem fogjuk tudni. Nem fogjuk tudni megválaszolni. Azt mondja, hogy 20 fok az oké, de hogy egyébként 14, 13. Egy 19-et és folyamatosan csökken. Vegyitek el a nagy kabátokat. És a pufincsekig. És a hottaposokat. De ez milyen érdekes, hogy holnap egy napra 24, aztán megint 19. Szóval, hogy így, hát...
Már ezt is megérzi az ember ebben a korban? Nem vagytok, hogy kis szemműtét, kis nem tudom, ez az. Tehát, hogy kis prostata. Kis prostata, kis ez, kis ez, így 50 felé már így. Hát, nagy prostata. Igen, nagy prostata. Nem is kicsi. Nagy prostata, nagy, nem tudom, ciklon érzet van? Igen. Itt morcosabbak vagytok, macskásabbak keltek? Persze, fáradt vagy, hogy a derék beáll. Én ilyenkor tolatok le az ágyról reggelenként. Mire készülnek? Tényleg, a derekom miatt. Elmacskásod? Ez nagyon komolyan mondom. Tehát, hogy vannak olyan periódusok, amikor szinte csak úgy tudok leülni az ágyra, amikor hogy tolatok. De hasra fordulsz, így és van. Akkor popper kifelé, és akkor lemászol a kis létre. És lemászok. Nem, ez most már nem emeletes ágyon alszom. Már menő vagy. Mert alattuk az aljat a vaterem. Na hát nem hiszitek el, mit találtam. Nem, de elmeséled. Na. Elmesélem nektek, emlékeztek a fonaljáróra? Persze, én úgy de szerettem azokat. Jézusom, nem. Nem akarom. A fonaljáró emberünk. Fú. A fonaljáró emberünk, újra aki... zsibaszt. Akit ugye már sok-sok évvel ezelőtt, nem tudom, pontosan lehet egy éve, fölhívtunk itt adásban, mert ő a csajozás nagymesterének mondja saját magát. És... az ember, aki csak egy mozgássérült kedvéért nem fog úgy kitérni. Igen, ő volt a fonaljáró. Illetve most is ő a fonaljáró, aki férfi kommunikációt tanít nőknek, illetve férfiaknak, hogy hogy lehet jól csajozni, sikeresen csajozni, hogy lehet sok barátnőd. Kit hívunk? Mit hívolod? Nem tudom. Aha. Várj, vagy csak bocsánat, csak nehogy felhívjuk előre. Jó. Ne. Így. Mindegy. Egy belső kommunikáció. Nem, látom, Laci elkezdett telefonálni, és megijedtem, hogy valakit hív, akit nem kellene. Szóval, hogy sétál egy férfi, hogy sétáljál, hogy tudjál csajozni? Ugye az ő tanfolyama erről szólt, és hát ezt megmutatnám csak azért, hogy emlékezzünk rá, hogy ki volt ő, hogy kell sétálni. Akkor az kiül a testbeszédedre is. Hogyha a testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre, és egyértelműen kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Emlékeztek rá? Tehát ez oda visszahat. Ahogy te állsz, ülsz, igen, egyenesen, illetve kihúzod magad, akár vigyázzálás produkálva és úgy elindulni, még mindig jobb, mint hogyha így összegörnyedsz. Tehát, hogyha ezt megvalósítod... Bocsánat, csak ő egy tanfolyamot tartó ember, valahol valamelyik nagyvárosban, aki ugye férfiakat tanít, hogy lehet jól csajozni, hogy menjél, hogy észrevegyenek, hogy járjál, hogy kelljél, hogy kihúzd magad, és milyen legyen a tartásod, vagyis hát ő 2-3 napos tanfolyamokon mutatja meg a csajozás művészetét. Azóta se csajozott be senki ezzel a módszerrel. Igen, de... szerintem ő se, soha az életében. Igen. A legdurvább rész, emlékezetek vissza, az volt, amikor azt mondta, hogy nem térsz ki senki. Igen, most elől, jön, most kerek, ja, vele persze, csak megállítottam, hogy tisztában tegyük, akkor hogy ki ő. Harca testedre a tested, mivel érzékeli a tested, hogy te magabiztos vagy, ezért a tudatodra is visszahat, hogy te magabiztos vagy. Viszont, jó, majd fogok mutatni egy-két dolgot, ami még nagyon fontos. Tehát, hogyha mész egyenesen, egy tömegen keresztül, vagy egy utcán, akkor ne térj ki. Ne térj ki, emlékeztek el? A másik térjen ki, ezt gyakorold, és inkább lassabban sétálj, mint hogy nagyon gyorsan. Ha csak nincs nagyon sürgős dolgod, akkor ne sétálj gyorsan. Ez nagyon fontos, hogy ne térj ki. Ezt majd számléltetni fogom, hogy ez miért fontos, illetve hogy lássátok az élő különbséget. Na szóval. Ő most jön. Igen. De a videón azt látod, ugye, hogy most jön. Tehát ne térj ki, tehát ne legyél túl kedves. Tehát egy férfi, nem attól lesz férfi, hogy túl kedves. Egy mindig ilyen olyan jó, mint régen. Nem attól, hogy egyenesen megy, célorientált, célom van, és nem tér ki, bármi jön. Jó, húzd ki magad. Jó, húzd ki magad. Fogod látni. Ő sétál a Váci utcában, tehát így mutatja be a videót, ugye? Tényleg nem tér ki, egyébként senki kedvéért. Ő most megy, veszi egy kamera mögötte. Ezt nem is figyeltem egyébként, a múltkor tényleg nem áll félre. Nem. Tehát tényleg nem áll félre ő egyébként. Nem tudom, mivel utolér valakit, akkor lelassul. Nem, hátulról ledozerolja. Na most megmutatom a rossz verziót, tehát amikor így kitérsz. Ráadásul egy kicsit görnyedtem, hogy... Tehát hogy járjak úgy, hogy jól csajozzam, ugye? A rossz verziót is, hát magadra is meg. Mindenki elől kitér most.
Nem emlékeztem, hogy ez ennyire jó. Na, csak hogy miért mutatjuk ezt a videót? Mert hogy neki úgy... Ő nem adta fel. Ő nem adta fel, sőt, mi több, neki újabb tanfolyama van most. Ugyanebben a témakörben megyünk a plusz. Igen. Ezeket ne csinálom. Ne gyöngy egy össze. Húzd ki magad! Kész, mész. Köldökig felhúzott farmer, kicsi bőrkabát. Szétment a... Mutattam egy rosszat, és utána kihúztam, és már is. Azért ment szét, mert bunkó vagy, igen. Tudod. De várj, akkor ebben nem volt benne, ebben nem volt benne a lényeg, ugye, hogy ne térd ki a terhesnő elől. Így van. És a kerekesik, ezt kezdte elmondani, csak azt hiszem, benne lesz a bejátszóban, de nem volt ebben benne. Ennek akkor már lehet, hogy kivették, ahogy, mert ugye mi beszéltünk vele annak idején, amikor ezt mi felfedeztük, hogy létezik a fonaljárás. Beszéltünk vele, és szerintem ezt azután vágták ki. A fonaljárás. Hogy ne térj ki senki elő. Babakocsi, mozgássérült, mindig te menj egyenesen. Ne legyél túl udvarias, mert az nem férfias. A kedvesség nem egy férfinak a sajátja. És azóta volt a fonaljárás, az hozzánk is beépült. Na, hát ő most újra lecsapott. Ártatlan, mit sem sejtő, csajozni vágyó. Fejlődik tovább. Igen, csajozni vágyó fiatal. Franchise. Ő az egyetlen PUA tréner. Még egyszer, hogy tetszik mondani? Ez nem tudom, ez a PUA. Tehát egy vagy PUA. PUA. Ő az egyetlen PUA tréner Magyarországon, képzett tréner, coach tudását 99 és 2003 között szerezte amerikai és más külföldi pedagógusoktól. De jó. 2001-ben alapított egy tréningcéget, az egyetlen tréner Magyarországon, aki képes üzletkötőknek, vezetőknek, férfi-női dinamika tudású egyének egyszerre is kiképzett embereket. Kiképezni embereket. És... Elindított most egy tanfolyamot, megjelent egy könyve, intelligens barátnő szerzés kézikönyvvel. Intelligens barátnő szerzés kézikönyvvel. Társas intelligencia férfiaknak 96%-ban eredeti írások Jimmy által, mert hogy Jimmy a vece nevem. 2009-ben megvalósított álmát, egy nem csajozásra épülő férfi tréning vállalkozást alapított, és a legtöbb tréner, jelenleg 15 nála dolgozik Magyarországon, ő saját maga képzi a trénereket. Folyamatosan keresik a médiák, konferenciák, hogy szerepeljen előadásokon és műsorokban, és hát most van egy tábor, amit ő elindít. Aha. Van a vizitor csomag, van a VIP vizitor, full pass silver, full pass gold. Tehát ez egy pass silver. Figyeljetek, ez az egy zseni. Melyiket akarjátok tudni, hogy zseniálisan ki van találva, hogy van kis látogató, ez egy VIP látogató, ez is arany, amit el tudsz képzelni. Full pass silver. Elmondom a vizitor. Mutass egy alapot és a csúcsot. A full pass, VIP és a vizitor között mi a különbség? Vizitor. Legalább 5 exkluzív előadás, csak a táborban hallható előadás Jimmyvel. Mindenkivel fogsz találkozni, Jimmyvel, trénerlányokkal, előadókkal, trénerekkel. A főhadiszállást ingyen látogathatod. Ezt így hívják, hogy főhadiszállás. A főhadiszállást ingyen látogathatod. Társas intelligencia férfiaknak könyv 5000 forint értékben. Tánctéri ismerkedés alapelvei és gyakorlata szalsza oktató segítségével. Ez egyébként egész jó. Tréner lányainkon begyakorolhatod, majd este kipróbálhatod, hogyan működik. Full pass VIP. Ugyanaz, mint a VIP vizitor, tehát minimum 90 000 forint értékű ajándékkal. Exkluzív szállás együtt az oktatókkal. Igen. Tréner hölgyekkel. Persze nem ugyanabban a szobában írja. Éjszakai és nappali terepoktatás ingyenes. Milyen lehet az éjszakai terepoktatás? Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Hát éjszakai terepoktatás. Hát az mi az is? Ez annyi, hogy elmentek egy éjszakai szórakozó helyre, igen. És élesben is kipróbálhatod. A napközben tanultakat. Ez nagyon menő. Jimmy felügyeletével tudod megcsinálni. Jimmyvel elmész, és igen? Mit, tudom én, az alsőrsi Dexion diszkóban megmutatja neked, hogy hogy kell a palaton mellett csajozni. Igen, természetesen diszkréten a háttérbe húzódva. Csak időnként kinézel rá, hogy jó-e, ő felfelé mutatja a kis üvegkujját, és akkor oké vagy. Hogyha nem, akkor picit billegteti a kezét. Hogyan menj végig úgy, igen, a siófoki korzon, hogy nem férsz ki éjszaka? Te választhatod ki, egy nappali, éjszakai terepoktatás legyen, vagy szituációs oktatás. Figyelj, egyébként zseni. Szóval, hogy, és ezt szerintem rengetegen benyalják. Bizony. Rengetegen benyalják. Mennyi a belépő? 90 000 forintért is lehet már jegyet. Itt 10 darab DVD csomag van. Nagyon 10 darab DVD csomag. Hát.
kérdés, egy csomagban hány DVD van, már egy csomagban 5 DVD, akkor 50 DVD Jimmy előadásairól. Azzal Guantanamo-ba kínoztam. Már ott is betiltották. Na azért nem menek túl azon a határon. Obama mondta, hogy nem, Jimmy, hogy vegyük ki. Jó, ha megjön bokon, hogy évek elektródákkal, az még oké, de Jimmy-t azt hagyjuk. Ha már bezárati nem tudtam Jimmy könyveket, DVD-t, ne nézzenek a Guantanamo-i foglyok, azt nem engedem. Van még egyik, VIP Visitor, Full Pass Silver. És a Full Pass Gold. Abban nyilván van már ingyenes parkolóhely és a Hékóp közép mögött. 8000 forint értékben megkaphatod ingyen az Intelligens Barátnő Szerzés című könyvet, és ha nem mész a teljes fullba, akkor kapsz ugyan szállást, de az a centrumtól pár percet található kétszer-két ágyas szobákba. Tehát ez nem olyan. Azért ez kicsit olcsóbb. Na, fölhívjuk, csak beszéljünk már vele néhány mondatot. Hát én már a múltkor is nagyon kedveltem őt. Teljesen váratlanul, nem volt előre megbeszélve. Hívjuk föl, hogy mit mond, akár innen, vagy kintről. Istenem, micsoda lehetőség. Igen, nagy lehetőség. Megint nem tudok elmenni. Oh, Jimmy táborba. Hát, főleg, hogy már a szilvered megvan. Már csak a gold hiányzik. Full pass VIP-et intézek. Ezek egymásra, nyilván egymásra. Csörgéstől jöhet, jó? Csörgéstől. Hogy micsoda, mit mondasz? Ez biztos, hogy egymásra épülő tudás. Tehát, hogyha az egyik tanfolyamat elvégzed, akkor utána a következő haladó fokozat az a silver, utána ez gold. Ez megbeszéltük. Az éjszaka és nappali terepoktatás zseni. Az hát, zseni gyerekek. Az nem ugyanaz. A nappal vagy az éjszaka császár akarsz lenni, ez a kérdés. Ezen sokat gondolkozott a Jimmy. Nem, annyit nem. Hát hallod. Ez a pick-up artist. Tényleg. Puha, persze. Pick-up artist. Csörög? Mit csinálunk? Nem csörög? Aha. Nem. Kíváncsi vagyok, hogy Siófokon kitérne, amikor én egy különítménybe leszel. Különítmény. Sanya küldte nekünk. Igen. Na, megpróbáljuk felhívni. Uh-huh. Jó? Reméljük nem alszik. Reméljük nem volt este telepen. Hát ha este telepen volt, akkor most valószínűleg ilyen. Ha éjszakai oktatás volt. Hát a fölveszi, hát a tudunk vele beszélni. Szóltok a Gábornak, hogy keresünk. Mi egyébként a múltkor is megsimogattuk, nem bántunk ki. Abszolút nem bántunk, tök helyesen válaszolt mindenféle kérdésre, meg hát neki ez egy nagy lehetőség. Pua. Nem pua, pua. 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 Olyan pua vagy. Pua. Ah, hello, ciao, hello, Balázs, morning show, szia. Jimmy. Hello, Jimmy-t keresünk. Hát. Épp aludtam. Hello, jó reggelt! Hát az a baj, hogy a mi munkarendünk az ilyen. Igen, nem tudjuk megvárni. Éjszakai terep oktatás volt? Jó reggel, ciao, hello. Igen, bár lecsapott a vihar, ugye. Ezt nem értettem. A vihar lecsapott. Ja, a vihar lecsapott. Na, hát olvassuk, hogy újabb tanfolyam, és mindenféle csomagok. Jimmy, zajlik az élet? Hát persze. Várjál, megvárjuk, még egy kicsit fölébredsz. Persze. Hányan vagytok most a szobában egyedül? Ez magányos éjszaka volt, vagy van valami tehetséges növendék melletted? Persze, kettem. Hát nem majd egyedül. Jó, hát gyerekek, egy ilyen tréner oktató, aki már ugye az ismerkedést ismereti. És hol, ki a kislány? Tudhatunk róla valamit, hogy hol ismerted meg? Mondom, táborban vagyunk, tehát most még az elején járunk itt a dolgoknak. Én nekem meg ugye van barátom. Hát akkor ott nincs nagy lehetőség. Nincs nagy lehetőség. Zajlik az élet, úgy hallom. Persze. Na mit hallottál? Hát, hogy nyár van. Azt. És hogy én azt hittem, hogy nyári szünetet tartottam. Hát ennél jövő héten megyünk, mi elmegyünk, mint a jó diákok elmegyünk. De csak egy hetet, ugye? Aha. Nem, hogyha nem is rádió műsor lenne, hanem valami. Hát a ez a mi műsorunk varázsa, hogy aki bennünket hallgat, kicsit úgy érzi, hogy nem egy rádióműsort hallgat, hanem egy ilyen Szabó családot, mint ha én bármikor bármi megtörténjen. Na, mesélj egy kicsit, mert nagyon szeretjük, elolvassuk ezt a programot, hogy ugye a táborról, önmagáról. Hányan vagytok most ebben a táborban? Most körülbelül 10. 10 vagytok. Milyen korúak, akik elmentek erre a táborra, hogy jobban ismerkedjenek? 22-től 40 éves korig. 40 éves korukban is mennek? Hát, hogyha vannak olyanok, akiknek mondjuk elváltak, vagy szeretnének. Vagy nehezebben megy az ismerkedés. De akkor itt csak hapsik vannak, nem? Hát hiszen te ugye férfiakat oktatsz arra, hogy... Hát plusz még van ugye olyan szolgáltatás, ami szituációs gyakorlatokon keresztül, mint egy tánc, betanítjuk azt, hogy hogyan kell viselkedni. Ők hostess lányok akkor. Ő rokon? Nem hostess lányok.
Vagy táncos lányok. Táncos. Aha. Ja, ők trénerek. Trénerek. Figyelj, az éjszakai terapoktatás, azt mi nagyon szerettük, elolvastuk a programot, hát az éjszaka és nappali terapoktatás ingyenesen, azt én imádom. Mi az éjszakai terapoktatás? Akkor mit csináltok? Hát ugye megy megyünk a belikvárosan, és megmondjuk, hogy mi a feladat. De hol mentek? Erdőben mentek? Utcán mentek? Éjszaka, ugye? Nem csak egy vagytok valahol egy tábor, hogy hol? Szántásban. Itt a siófoki táborban. Uh-huh. Hát a táboron belül mentek? Mármint, hogy a siófoki sétányt, a Petőfi sétányfőre. Na. Jó, hogy mentek a sétányon. Na, és mit csináltok közben? Csak hogy kell egy ilyet elképzelni? CD rádión adod a tanácsokat a fülébe, egy ilyen walkie-talkie-val, vagy ott mész mellette. Hogy működik? Hát, hogy működik? Úgy működik, hogy ugye megmondjuk, hogy mi az első feladat, mondjuk általában, hogyha nagyon új az illető, akkor könnyebb feladat. Oda de mi a fonaljárás? Mivel indultok? A fonaljárással? Az nem, első, nem? Nem, de hogy is. Oda megy, hogy menjen oda, köszönjön el, köszönjön, és akkor figyeljük. De kihez? Kihez? Tehát, hogy menjél oda, ismeretehez, hogy jó napot kívánok, ismerkezik csak valami is vagy. Egy lányhoz, vagy két lányhoz. Ja, értem, tehát, hogy ismeretlenül nem beépített hölgyek, hanem tehát, hogy akik ott tartózkodnak a sétányon. Tehát menj oda a buberáló hölgyhez, és kérdezik. A konkurencia, hogy beépített. Ma van konkurencia, ne csináld. Tehát mi nem viszünk ilyen dolgokat. Tehát nincsen az, hogy a delikvens úgy tudja, hogy ismeretlen, de a delikvens. Jó, és akkor oda megy valakinek, hogy menjen oda, köszönjön egy kicsit, beszélgessen, majd jöjjön el, és akkor ti értékelitek? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Tulajdonképpen ez mondjuk az első feladat, és akkor egyre nehezedik, mondjuk két óra után, attól függ, milyen a... Lopjál a pénztárcáját. Igen. Most ezért jó, nem csak hűlök nyilván, de hogy mi a nehezebb? Tehát mondjuk két óra múlva mi történik? Hát két óra múlva már mondjuk már lehet, hogy egy telefonszámcsere is megtörténhet. Aha, értem, tehát hogy el kell... Egy beszélget, és akkor kérjél a telefonszámot. Ja, értem, tehát hogy ismeretlenül indul a dolog, és aztán két óra után eljuttatjátok oda, hogy kvázi már merjen el kérni. Ez a tizedik vagy tizenötödik lány, megkísérlet. Aha. Lány. És te diszkréten ott állsz a háttérben egy ilyen kis mappával, és akkor így pipálod ki a különböző rubrikákat. Igen, köszönés, kettes. Igen, jó, hogyha adsz egy jó mappát, akkor akár reklámozom. Egy jó Klassz FM-es. Nagyon szíve, hagyne, persze. De figyelj, tényleg érdekes, amit csinálsz, hát mi ezért telefonálunk, nincs bennünk bántó szándék. Nem tudom, izgalmas. Persze. Tehát még nekünk ez nagyon, biztos, hogy ez izgalmas, annyira trendi, annyira új a pua. Hát azért csinálom 8 éve, ugye már 8. éve tartjuk a tábort is, meg ugye testen is vannak a tréningek, ugye minden héten szinte, hát hogy mert én is jelvezem, tehát egyetlen megtaláltam azt a hivatást, amit szerettem volna, de ugye ez nem a csajozásról szól igazából, hanem arról, hogy építsünk egy jobb életet, legyen egy jobb személyiségfejlesztés. Személyiségfejlesztő tábor inkább. És mi van azzal a videóval, amit mi is elemeztünk a fonaljárásra, hogy ne tét ki, azt te még tanítod, vagy az rájöttél, hogy azért az már egyfajta csacskaság, hogy se mozgássérült, se babakocsi, se, te ne tér ki, menj egyenesen, ha kell a Váci utcába, boríts föl mindenki, de ne állj arrébb. Persze, azt csak eltúloztam egy szófordulatot, hogy most ne tér ki senki előtt. Tehát jön a hetes busz, azért érdemes félreállni. Majd próbára teheted magad. Igen, jön egy 40 személyes dalbusz, azért lehet, hogy... Itt persze, tehát itt ugye túlzás. Tehát ti is műsorban jöttek, hogy felfigyeljenek rátok, túlzásokba estek. Hát én is most túlzásokba estem. Jó, csak neked kedvelők vagyunk, nem profik, mint te. Igen. Na jó, oké, figyelj, nagyon, mi nyomon követjük a munkásságodat, mert ez nagyon... Jó, nyugodtan. Nagyon szeretjük, amit csinálsz. Mondjuk egy tábor bejárásra picit a Janival vágytunk, hogy azt mondod, hogy srácok! Tehát, hogy vendégeim vagytok egy táboron belül éjszakai terepre. Én azért azt bírnám. Egy VIP Silverre. Kicsit nekem hiányzik, de... Híres embereknél más. Azt ki kell menni Ausztriába minimum, ez is nagyot működjenek. Jó, értem, hogy objektív képet kapjunk arról, hogy kapunk a telefonszámot. Na jól van. Jimmy, hát nagyon köszönjük. Sok szerencsét az élethez. Bármit is csinálsz, mi nagyon szeretjük ezt. Mindenkit a legjobbakat. Vigyázz magadra. Aludj még egy kicsit. Szávasz, Jimmy kép. Hello, ciao. Vonaljáró Gáborunk. Hát akkor még mindig jól van. Én szeretem őt. Figyelj, sosem a szolgáltatásra van a baj. Én mindig azt mondom. Jó, igazad van. Én mindig azt mondom. Tehát, hogy...
hanem az, aki jelentkezik. Ha van 20 hülye, aki elmegy, akkor nem azzal van a baj, nem? Nem, hát. Érted? Hát ha van rá igény, akkor ő csak kiszolgálja ezeket az igényeket. Hát, finoman mondtad azért ezt most, igen. Azért, ha én eladok valamit, ami nem igaz, akkor azért én át is verem őket. Viszont nem? Csak úgy mondom mindenkinek, hogy szabadrablás van Siófokon. Most ott lehet. Most ott bárki lehet. Ha Siófokon bárki oda megy a barátnőtökhöz feleségre, elkérdezem, hogy ne bántsátok csak a Jimmy tanítványa, jó? Adjatok meg nekik egy elemből, adjatok egy másik szemet, de ne bántsátok tényleg. Srácok, csak tudom, ez a 20 nem konkurencia, most kell menni. Nincs ott egyéb kéz, nem férfi. Most kell menni Siófokra. Ott most gyerekek. Ami marad, az a bírk. Megnézek el a lepattanó. 8:30 volt pontosan, 7 perccel jövünk. Ákos, híre jut el. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan, egy perccel koccanás az Árpád hídon Pestről Budára egy sávfoglalt Tomi küldte nekünk. És a Nagyvárad térnél nem működnek a lámpák, rendőrök irányítják a forgalmat, kisebb torlódás van, üzeni Gábor. Gyerekek, mi van akkor, ha két fonaljáról találkozik, és Siófoki sétányon ott állnak évekig? Kérdezi valaki, ugye ne tér ki alapon, ez egy jó felvetés, hogy hát, elindulsz fonaljárni, de szembe is jön egy fonaljáról, akkor ti évekig ült. Évekig álltok egymással szemben. Gyakorlatilag két szóval el lehet intézni a dolgot, az egyik megkérdez a másikat, hogy Silver? Másik azt mondja, gold. És akkor a szilveres arrébb áll, és hagyja, hogy tovább menjen a goldos. Tehát, hogy ennyi. Igen. Tehát, akinek nagyobb a passza. Ennyi. Aki, ha jobb a passzod. Egy mutasd a passzod. Hát, ha is fonaljáról vagy, akkor... Bocsrác, akkor érted, igen, akkor két, szabad az a két szilver vagy két gold, az melegebb, mert akkor, az igen. Akkor áldogálnak egy ideig, igen. Akkor együtt mennek tovább. Nagyon maga biztosan. Igen. Akkor mennek tovább. Na, jól van. 9 óra után vendégeink lesznek, képzeljétek el, vendégeink lesznek, mert hogy születésnapozik a barátok közt. Bizony. És jubilál, gyerekek, július 21-e van a sorozat, 8000. Még egyszer mondom, 8000. epizódja. Jézus, Atya Úristen. 8000 epizód. Az még ha összeadjuk a Balázsnak a Mónikát, se jön ki. Mónika, 2000 valamennyi, Balázs 1000 valamennyi, ez mindig csak 3500. 8000. Jó, de nálatok nem voltak állandó szereplők. Az is csak igaz. A szereposztás volt. A szereposztás állandó volt, igen. Úgyhogy meghívtunk néhány emblematikus arcot, kicsit feleleveníteni egy-két élményt, beszélgetni velük. Jön majd a Rami, Kis Ramona, ugye, Mérei Kata, Várkonyi András, Vili Bá, gyerekek! Én már megtudtam két új bordalt tőle most az előbb. Már igen, szerencsés ember. Hozzánk. Majd átadom neked. Úgyhogy 9 óra után... Tartsd meg az aprót, mondjukos. 9 óra után vendégünk lesz. Vagy vendégeink lesznek. Ha szeretnétek kérdezni tőlük bármit a sorozattal, a karakterekkel, régi arcokkal, vagy régi részekkel kapcsolatban, akkor egészen nyugodtan. Jó? Tegyetek meg és kérdezzetek. Azt írja Jenő még a fonaljárás, hogy a rangidős tér ki. Visszatérve erre. Na, jó, akkor most csináljuk úgy viszont, hogy nem mondjuk most el a hármasugrás kérdést, mert az felrobbantja az SMS falunkat, hanem majd ha elköszönünk a békásoktól, akkor még a köszönés végén bedurantjuk a kérdést, tartunk egy kis szünetet, és egyből visszahívjuk a játékost. Nagyon jó. Menő. Ugye? Nagyon-nagyon jó. Fejben szerkesztés nagymesterével ültök itt. Az adás lebonyolítás ördögével. Laci. Van egyébként egy beúró kérdés is, csak Laci lecsípte. Azt mondtam, hogy azt nem mondjuk el most. Nem is tudod, hiszen nincs ebben az adásmenetben. Én nem is akartam elmondani. Nem mondjuk el most. Figyeljetek, csak egy gyors kérdés. Ma úgyis kicsit az idő ilyen, akkor most egy picit lehetünk hol vidámabbak, hol komolyabbak. Reggel is komolyabbak. Ez most melyik lesz? Ez most egy kicsit a komolyabb. Na, a francba. Most vidámkodtunk a fonajáróval. Hogy van az, mondjátok meg nekem, hogy ez a két ember, aki fellépett a Sandon, és akik... A király. A Dubs? Igen. Mindegy is, hogy mondják, hogy hívják őket. Hogy a fenébe tudtak mégis elrepülni? Ezt nekem valaki magyarázza meg. Hát biztos, hogy tehát kábítószer találnak nálad. Eszméletlen lányokat az öltöződbe. Állítólag bilincsbe vitték vissza őket. Így van. Ugye a Siófokra? A Siófokra kiallgatni őket. Hogy van az egyébként, hogy 6 lányból 3 eszméletlen? Megmondják, hogy kábítószer volt a bőrükön. Nálad is kábítószer van. A te öltözőben találják meg őket, majd egy óra múlva ülsz, mert mész az ibizai fellépésre. De ez hogy működik? Igen, hogy nincsen az, hogy a vizsgálat lezárásai hát nem hagyhatják el az országot.
akár sarasak, akár nem. Akár valamilyen szinten érintettek a dologban, akár nem. Tehát akár bűnösök, akár. Maradjanak itt szépen. De azt tudjuk, hogy kit vittek vissza? Mert nem az van, hogy egyébként a maga az előadó, ugye ők többen vannak, de az előadó, aki színpadon áll, az kettő akkor ember. Nem menjen el senki addig, de jó, ha nem tudjuk. Jó, csak most valakiket visszavittek két ember, tehát lehet, hogy a koncertszervezőjüket, meg az egyik technikus, nem tudom kicsodát. Általában használt ószer is volt ugye az öltözőben, jó, amit kirakott. De ez is érdekes, hogy egyébként ez egy friss információ. A tagjait hozták vissza bilincsben, ezt most már azért nagyon, igen, sok index, mm-hmm, nagyon sok mindenki írja, igen, hogy bilincsben hozták vissza a feröeri repülőtéről Siófokra rendőrök a kanadai duó tagjait. Aha. Eszméletlen lányokat találnak az öltözőben. És aztán elengednek. Bebizonyítják pillanatokon belül, hogy kábítószer volt, vagy gina volt, vagy nem tudom, az italukban. Ott fekszenek. Ez a két ember egyébként ott hagyta őket. Ez is teljesen egyértelmű, hogy elmenekültek a helyszínről. Ugye azt írják, hogy nekik volt saját privát buszuk, vagy a szánt biztosított buszt, amivel ugye a fellépők mennek a repülőtér és a szánt között. De nem várták meg, amíg jön a privát busz, fogtak egy taxit. Beültek egy taxiba, és elmentek a repülőtérre. Szóval valamiért menekültek, vagyis kvázi tulajdonképpen ők átléptek ezeken a lányokon. A szó legszorosabb értelme, látták, a lányok elvágódnak, senkinek nem szóltak, nem hívtak, nem, elmentek. Majd utána azt mondta, hogy kihallgatás után egyébként már rohantak tovább az ibizai fellépésükre, és majd lehet, hogy egyéb kérdésekre kell válaszolni. Hogy ez, ennél sokkal kevesebb bér is valaki bevisznek bentartva. Lehet, hogy az van, hogy annyira ismert emberek, hogy úgyse tűnnek el. Ezt gondolja a rendőrség. Hát az a baj, hogy egy másik országon, igen, mennek ráadásul. Igen, ha kiengeded a konnatok, ez elkaphatatlan. Tehát most valahova betelepül valami országban, nem tudom, akinek nincs kiadatásia velünk szembe, akkor soha többet nem látjuk. Ja. Persze, nyilván a rendőrség még a nyomozás érdekeire való tekintettel nem mond semmit. Uh-huh. De én magát az elrepülést nem értem. Most hogy engedhetik el? Tehát, hogy mehet el? Hogy mehet el így valaki szabadon az országból? Akkor aztán majd visszakönyörgöd, hogy valahogy jöjjön vissza. Vagy akkor majd nemzetközi elfogadó parancsot adsz kellene, vagy mit tudom én. Így van, tényleg. Érted? Akár bűnösök, akár nem. De gyerekek, nem mondani udvariasan, hogy hetet, elnézést, bocsánat, útleveleket ide, személyt ide, nem tartóztatunk le, de a büdös életben nem mentek addig sehova, amíg ki nem derül, hogy átléptetek ezeken a lányokon, ott hagytátok-e őket? Tudtatok-e arról, hogy egyébként nyilván, hogy elájulnak, és nem hívtatok orvos? Hát ez a felelősség. Hát ez cserbenhagyás. Hát ez cserbenhagyás, hogyne? Hát segítség elmulasztása, hogyne? És utána gyorsan taxival ők elmenekülnek. Majd még egyébként kábítószer is van náluk. Ja. De egy óra múlva mennek Ibizára. Uh-huh. Teljesen jogos a kérdés. Teljesen nonsens. Szerintem azt gondolja a rendőrség ilyenkor, hogy ők egy abszolút elérhető két ember, tehát nem fognak eltűnni, majd max megnézed a koncert naptárat, és kimész oda, ahol játszanak, vagy mi. Szörnyen nagynak kell lennie, hát ezt, hogy ezt gondolják. Hát pontosan azért, amit az előbb is mondtunk, hogy ha egy olyan országba távoznak, amiben nincsen kiadatási egyezményünk, vagy szerződésünk, akkor az nem működik. Volt már a múltban hát olyan eset, amikor Magyarországon történt, mondjuk egy gázolás is hosszú-hosszú éveken keresztül ment a procedúra. Mert hogy az illető nem volt hajlandó magyar bíróság elé állni. Nem tudom, hogy mi lehet. Felfigyelj, egyszerűen nem is értem, de szerintem felháborító. Egyszerűen felháborító, de tényleg. Nem? Azt. Nem nyilatkozott totálisan a szervező brigád, hogy ők tudnak-e valamit? Érdekes, hogy én őket nem hallottam. Tehát nem szólaltak meg még mindig. Pedig azon túl, hogy a szigetes fellépésüket törölték, de hogy nagyon-nagyon csend. Lehet, hogy azért két mert azt elmondták, igen, de lehet, hogy őket is megkérte a rendőrség, hogy nem lehet mit mondani. Az lehet, nem tudom. Igen, azt elmondták, hogy ugye nagyon nehéz bejutni oda abba a részbe, tehát ha nincs olyan passzod, nem tudsz bemenni, a zenekar tudta bevinni őket, de ezen kívül nagyon semmi, az, hogy a két lányt az öltözőbe, a harmadikat a WC-ben találták meg, és ezen kívül semmi. Nyilatkozott egy lány, aki azt mondta, hogy ő kiment, de már a barátnőjére nem tudott visszamenni, mert a biztonsági őr már elállta az ajtót. Na most azért képzeld el, hogy ott vagy bent fogjul ejtve mondjuk, mert ez a két rohadik egyébként nem enged ki, leítat valamit, beletesz a piádba, és közben már a biztonsági őr meg kintről ugye fogja az ajtót, hogy nem mehet be senki, ott most buli van. Érted? Aha. Szóval, hogy tényleg dögöljön meg az ilyen, nem? Hát teljesen egyértelmű. Na mindegy, nem akarok mindenkit ebbe az esőbe még lejjebb húzni, mert mindenki fölvágja az erét. Jó, nem, most vidámmal kell jönnöd vissza. Így van. Azt tudod. Barátok közt 9 óra után! 8000. epizód! Vidám volt? Nagyon. Megjöttem? Nagyon. Visszahoztam? Jó. Jól van. Nagyon. Akkor elmegyünk egy picit érezni. Jó.
utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Aton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello, drága hallgatók, még mindig esik az eső, legalábbis itt Budapesten, de valaki azt gondolja, hogy jobb lesz, nem. Tehát, hogy erre senki ne számít, csak nem. Mondanám, hogy igen, de nem. Mert hogy szombaton reménykedik, az ne reménykedjen. Semmiképpen ne reménykedjen, igen, hogy szombaton állítólag sokkal cudarabb lesz, mint a mai, és csak jövő héten, hétfőn indul majd a változás. De pont akkor vagyunk Szabin. Tehát jól időzítettünk, hogy nem erre a hétre vettünk így Szabit. Ha. Nem, az csúnya lett volna. Viszont... hogy már ezt ne tudjuk, hogy mikor kell Szabira menni. Hát ennyi, na, jövő héten sikerül. Viszont jó hír, hogy addig még van két barátok közt. Te nyaller, te mekkora nyaller vagy. Az M3-as autópályán a 187-es körnél egy autó szalakorlátnak ütközött, a középső sávban áll, alkatrészek mindenfelé, emberük mosszállt ki a kocsiból, ezt Tondi küldte nekünk. Aztán baromi idegesítő ez a zúgás a refrén alatt, vagy csak én hallom, kérdezi egy hallgató, hogy nem, a fejedbe szól valami, igen. Tehát, hogy nálunk legalábbis zúgás nem volt. Már melyik refrén alatt? Ezt a Depeche Mode refrén alatt? Igen. Megírjuk Dave Gehennek. Szólunk neki, hogy vegyek ki a zúgást, kedves Dave. Baleset a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, alakul a sor mindkét irányba, aki tud kerüljön, Milf Hunter üzente ezt nekünk, köszönjük szépen, a nevet még mindig nagyon szeretjük. Tehát az... megint írtam egy SMS-t. Igen, nem mondtad, hogy egyébként SMS-t is írogatsz. Nagyvárad térnél nem működnek a lámpák, rendőrök irányítják a forgalmat, kisebb torlódáson üzente nekünk Gábor, és a Diósdi kihajtó után Törökbálint felé áll a víz az úton, nagyon csúszik, 4 autó ment össze. Úgyhogy mindenki vigyázzon, jó? Ezek voltak a friss közlekedési hírek. Hiányoltátok a beugró kérdést a Forma 1-es játékunkra. Mi van, már parkinsonkorod? Hát semmi, csak. Igen, remek a bal kezem, nem. Már túl közel ültetitek hozzám a Rami. Igen, de nem lesz még, szóval, hogy igen, Rami ott ül Jani mellett, szóval, hogy nem lesz még, nem jön még a kérdés, de jön nem sokára. Csak, hogy lássuk az SMS falat, ne robbanjon föl, először beszélgetünk, és utána hangzik majd el a beugró kérdés, jó? Na, ugye, ahogy mondtuk, hát gyerekek, jubilál az ország, ha lehet így mondani, mert hogy hazánk legnépszerűbb szappan operája, a Barátok közt, július 21-én a 8000. epizód! 8000. epizód! Kis Ramona, Mérai Kata, Várkonyi András, Kis Péter Balázs pedig itt van velünk. Hello, jó reggelt mindenki, gyerek, szevasztok! Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Neked milyen jó a hangod így korra reggel. Köszönöm szépen, ilyenkor búgok. Igen, ez egy kellemes. Ennek ez nagyon hiányzik a műsorban, mert három ilyen tesztoszterontól duzzadó férfi ülök. Jövök. Három és fél. Ezzel gondolkodtam, mindenfele jövett, hogy így nagyon rosszak a nemek arányai nálatok. Igen. Így gyakorlatilag semmi motiváció nincs reggel. Nyugodt a húz kicsit, Kata, közelebb. Szóval, hogy nincs nála. Ahogy megjöttél egyből, nekem szóval, a fülemre. Szóval, hogy a tesztoszteron szintetek nagyon alacsony volt itt az indulásnál, éppen hallgattalak benneteket, úgyhogy mindenki ilyen jót aludta az Uber alatt, úgyhogy... Kösz szépen, azt pont én hoztam azt a témát, és... Bali kicsit morgolódott reggel, hogy kitiltották az Ubert, és ezen ti alszotok? Amikor próbálom a hazát megmenteni, hogy... Amikor megrázza az országot ez a férfi, akkor te azt mondod, hogy neki nincs tesztoszteron. Visszaludtál? Hát reggel nem volt nagy. Visszaludtál. Kicsit szuszokáltam, meg is láttam mindig kávét. Balázsnak szívügye egyébként, mert hogy 10 autót leasingelt el. Igen, a rohadt életben más vállalkozást kell néznem. Jó, néha valahogy az ember kicsit megfejt. Igen, csak Kata álnévna Milf Hunter egyébként. Tényleg? Nem. Hogy megy a koránkelés, Vili bácsi? Nézd el! Most tényleg. Tényleg a sorozatban van ilyen, hogy valaki korán kell, vagy morcos? Mert látunk azért ilyet, nem? Ilyen korán kell. Lesz, akkor kicsit összekuszáljuk a frizuránkat, és akkor korán vagyunk kell. Még hozz egy kicsit közelebb nyugodtan, ugye mikrofon van az, igen. Jó, na. Dőj előre. 8000. Ki van benne az elejétől? Tehát a legelejétől, te biztos, te vagy biztos. Alapítóatja. Ha az évet nézzük, arra még emlékszel, hogy mikor? Hogyne. Szabadult rá az országra a Barátok közt? 912. Petőfi elesett Segesvárnál. Valamikor a boszniai okupáció idején történt, igen. A dinoszauruszokkal. De azóta kevesebb, 18-ból 6-an, hát 4-en maradtunk. A 4 alapítottam. Igen. Már mindenkit kirúgtak. Aha. Igen. Meghaltak, kirúgottak. Meghalt, kiöregedett. 1999, 2000? Így van. 98.
te jó 98. Atya úristen, 98. Igen, igen, nagyon régen volt, de tulajdonképpen, mint a tegnap történt volna, tehát... 2-3 ezer emlékszel is. Igen. Akár most végigmondom a történetet. Úristen, hát azért az komolyan, hát az 8000 rész, ezt egyébként számoljátok, fejben tartjátok? Ez ember, akkor ezt így kimondja magának, hogy 8000 rész, az így elgondolkodtatja, hogy te jó atya úristen. Azért ezt, amikor az elején indult, nem gondoltuk volna, hogy ez ennyit megér. Hát így van, ez pontosan, ezt én elmondtam az elején is. Kérdezték, hogy mit jósolok, és mondta, hát egy fél évet biztos fogunk forgatni. Én is láttam az első részeket, én 2 hónapot mondtam. Igen. Köszönjük szépen. Mondtam, hogy ebben nagyjából ennyi van, gyerekek. Jézus atya úristen. És aztán mégis, hát most már akkor. Igen, de egyébként vicces volt, mert az elején csak azért él még a sorozat szerintem, mert hogy olyan szerződést kötöttek, hogy egy évig kötelező játszani, mert egyébként megbukott 2-3 hónap után. Csak muszáj volt játszani egy évig. Valaki nem olvasta az apró betűt az akkori programozgatott, aki leszerződött a begyártó cégre. De sok sorozat indult. Egy év után már imádták. Igen, mert több sorozat is indult akkoriban, valami stúdió a város szélén, vagy micsoda, volt egy csomó sorozat. Andrés, a barátok között promózzuk, hagyd. Igen, meg az a kórház a város szélén, majd ne törődj vele. De volt egy ilyen sorozat, az meg is bukott, nem ilyen szerződésük volt. Hát igen, egy év kellett, hogy ez beinduljon. De hát a Fábinak is, amikor elindult az RTL-en, kb. Egy év Big Chatlet botlott, és aztán... Így van. Ez csak a te műsorai. Ez csak a Bundesönnél nem várták meg. Ott kellett volna egy év. Igen, hogy sokat nyomsz valamit, akkor előbb-utóbb megszokják. Igen. Na, ki hogy emlékszik az első adásba kerülésére, vagy felvételére, vagy castingére? Kinek mit kellett csinálni? Amit arra emlékszel például, amikor először azt mondták, hogy oké, gyere be. Hát arra, amit nyilván valaki levarta. Karaksz. És ezt konstant tartjuk azóta. Igen, gyakorlatilag mindegy, mindig is. Mi volt az első, amit csináltatok? Az legelső forgatási nap az így megmarad az emberben? Mit kellett csinálni? Kivel voltál? Mit csináltál? Vajon, mi mellett nem tudok. Jó, ugye picit nehezebb. Elmentem zuhanyozni. Megjött Bárta Zsolt. Mondták, hogy jó lesz, és én elhittem. Jó. Szóval okay. Az így megvan? Meg egyébként tényleg emlékszem. A casting, vagy a meghallgatás az nekem szerencsés volt, mert veszek. Két meleg srácsal kellett beszélgetni. Igen. Na, hogy veszekednem kellett, hisztíznem, vitatkoznom. De ez egy nehéz jelenet elsőre. Hát ez nem az ő típusa, az biztos. Valami egész más kell csinálni, mint amilyen vagy valójában. Megkaptam a szerepet, igen. Gyakorlatilag az első meghallgatás. Azt mondták, hogy megvan az emberünk. Az első forgatás pedig... nem emlékszem, tényleg az első forgatási nap, szerintem az új család, érkezett egy új család, Szent Mihályi család, ott volt a filmbeli anyukám, nagyném, és akkor megérkeztetek kvázi tulajdonképpen. Igen, és megérkeztünk. Aha. Vicces volt, izgalmas volt. És jó akkor volt. Még akcentussal beszéltél. Így van, akcentussal kellett beszélnem, mert ugye én nápolyi lány nem vagyok. Nem mondott komolyan. Ne, igen, ne haragudj. Ne csináld. Nemzetközi volt a történet. Igen. Komolyan, egy nemzetközi szállat is belehoztak az írókon. Aztán megtanult magyarul. Péter, neked? De melyik a Pétert vagy a Balázs használ így a való életben? Én inkább? A Pétert használom. Én a Péter. Amióta benne vagyok a sorozatban leginkább. Igen, mert hogy ott volt egy még... Miattat használja a Péter. Igen. De én kis Péter Balázs vagyok, és amikor oda kerültem, akkor megörült a producer, hogy Péter vagyok, és mondta, hogy de jó, akkor, hogyha a karaktered is Péter, akkor te is legyél Péter, hogyha a Balázs Balázs, és akkor az ott a Péter maradt. Ez jó, mert nem Vili bácsi Izák, ugye? Mert nem az vagy. Hát egy darabig összekevertek minket, de most már megszokták. Igen, azért ez egy baromi nehéz dolog, nem? Szóval ilyenekről beszéltünk, hogy ti az embereknek is az utcán is Vili bácsik vagytok, meg Zsófik vagytok. Hát én nem. De ez volt. Akkor hát a rövid látó nyugdíjasok, nem Vili bácsi, mint Zsófik vagytok. Igen, a rövid nézszer jelzőkkel illetik azért az utcán. De hogy az ember megfordul egy Vili bácsira, hogy azt mondja, hogy hát legalább mondd ki a normális nevet. Persze, nem hogy megfordul. Igen, hogy nem, hogy megfordul, imádja Vili bácsi sapkákba járva. Gondolkoztam, a kocsin rendszámát is megcsináltatok. Vili 001-re, de aztán lemondtam róla. Nem, azok gondolkodom, ezért ez egy baromi skizoid helyzet lehet. De aztán az ember ezt hozzászokik nyilván, hogy a két karakter az ugyanaz, nem? Hát, szóval, hogy az életbeli karakter összemosódik. Igen, aztán... Hát, hogy összemosódik. Na most gondold el, hogyha kijövök a mondjuk a szinkron stúdióból, és egy Napóleonnak képzelem magam, vagy Don Quixote-nek. Na jó, de nálad ez nem. Abból nem csináltál 8000-et, úgyhogy hát nem mondjuk. Nekem az első pillanat volt ilyen marha nehéz, amikor megállítottak, vásárolni voltam egy ilyen bevásárló központban, és odajött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy béküljön meg ki az anyukájával. És ott álltam, és nem értettem, hogy miről beszél. Mert még annyira nem égett be a tudatomba az, hogy én vagyok az ország Julia,
és nekem a Claudia az anyám, és most nagyon rosszba vagyunk, hogy ezt egyszerűen nem tudtam hova tenni, és mire rá leesett, és rájöttem, mondtam, hogy persze, persze, de azóta már így megszoktam. És mondja meg Zsófinak, védekezzen. Igen, igen, de persze, hát kapunk ilyen tanácsokat, hogy, hogy nem tudom én ennek mit kéne csinálni, bocsássak meg a fiamnak, a Zsófikát öleljem magamhoz. Ami élek, ezt nem fogom megérteni, hogy, hogy, tehát, hogy valójában hogy szúrnak le egy színész azért, amit csinál a sorozatban. Ezt nagyon sok Békás mondja egyébként, persze, hogy mennek oda emberek felháborodva, és mondják, hogy hogy tehette azt a szegény lányra, hogy tudta bántani azt a szegény lányt. Például nekem az volt, hogy bementem a sörözőbe, mondták, szevasz Andis, hogy vagy? Kérek egy korsósört. Hát ezt úgyis meg tudom magadnak csinálni. Én tőlem most mindenki cuccot akar venni leginkább. És van? Minden alattam már. Eddig a puszlacs volt. Hát látom, teljesen kifekszem. De most ott rossz úton vagy? Picit segítsetek nekem. Egy kicsit, igen, most egy kicsit rossz, hogy nekem kalandozik a Peti. Picit most Peti elkavarodott? El, igen. Másnapos. Igen, árulod, szerzed, vagy használod? Használom, leginkább használom. Kellemetlen pillanatok a Balaton Soundon? Hát egyszerűen a zenekar sátrában ébredtem fel, ahol. Nektek tudnotok kell azt, hogy a sorozat hol jár most, mert ugye ti nyilván előre forgattok, tehát ti nem azt csináljátok, ami éppen megy a tévében. Csak Andrásnak nem, de neki jól áll. Hol vagyok? Kötelező tudni? Illik. Nem. Ilyen. Semmi. A sajtósít jegyzetel. Két ellenmondó válasz, mínusz 10 000 békegőt. Kötelező tudni, illik vagy nem. Szóval, hogy van ez? A Peti egy női zenekar sátrában ébredt, azt hallottam. Hát az egy jó dolog. Jó, csak nem emlékszem rá. Olyan van egyébként, hogy így visszaköszön egy szituáció, meg egy jelenet így pár év után, mert azért mondjuk a forgatókönyvírók sincsenek könnyű helyzetben. Mert hogy ugyanaz történik mással, mint amivel történt. Igen, tehát lapoztak a forgatókönyv, és észre se veszi senki, és adásba is kerül. Egy kihagytok egy kis dialógot. Soha. Dehogy is, mi sose hibázunk. Improzhatok egyébként? Lehet? Tehát nagyon szigorú adok? Nem, igen. Csak picit, Rami meg én. Picit van rá lehetőség, hogy improzzon az ember. És tudtok? Hát igen, tudom, kicsit tudom, kicsit tudom, hogy megy. Szerintem neked lejön. Tanultuk ezt a szakmát, úgyhogy. Tehát adnak egy pici mozgás teret arra, hogyha a szöveg nem úgy tetténik, nem olyan, mert azért olyan szavakat adnak néha a szátokba, hogy... Azokhoz ragaszkodnak. Igen. Amikor megpróbálnak például benneteket is szlengesíteni, vagy úgy beszélni, hogy mai fiatalok, az borzasztó. Egy csodálatos vágunk a Györgyike, aki nagyon odafigyel. Tehát, hogyha olyat mondunk, amit nincs értelme, akkor ő azonnal szól. Vagy mondjuk a Márkony olyat, ami nem gyakran szól. Te gyakran szól, hogy ez nem jó. Igen, ő nagyon figyel, és ő tényleg a lelke mindennek. Tehát az a jó, hogy ott nem kell kisipolni, hanem egyszerűen kivágják. Ami nekem nagyon tetszik, az mindig a mondatok végét. A végefőcím. Ami viszont ilyen 12,5 másodperc alatt így végigfutsz, hogy ember legyen a talpán, aki elolvassa. Nem, amikor van ez a sorozatokra jellemző, elgondolkodtató elnézés egy-egy mondat végét. Ó, abból viszont. Most nagyon régen csajakos fel, de. Várjatok, abból most én. Várj, fölveszük Instára. Kérhetek mindenkitől csak egy ilyen elnézést. Egy ilyen végenézés. Mert ugye szerintem külön meg kell tanulni, amikor ugye az vagy, hogy gondolkozz el rajta. Az Oszkárra lehetne egy külön ilyen kategória, hogy a legjobb végeképi. A legjobb végenézés. A gondolkozz el rajta. Az a Márkonyi verhetetlen. Essen le, hogy most ezt miért mondta. Ugye nektek egy komplet jelenetet kell a nézésbe beleadni, hogy a néző tovább gondolja, hogy ti rájöttetek arra, hogy furmány van, vagy féltek. Hogy mi a vége. Jó, akkor kérek, várjál. Jó, de adjál instrukciót. Adok instrukciót mindenkinek. Jó, akkor konkrétan gondoltok valamire, hogy még 5 perc, és szart se kapok a büfébe. Hogy elmondtam minden szöveget. Igen, akkor megátalkodott például. Miért csettint az ardai már végre? Igen, már a csettintést. Jó, akkor az, hogy te jössz mondjuk a presszóba, vagy meg... Rózsa bisztró. A koktélbára. 18 éves a sorozat, és te nem tudod, hogy ilyenkor. Jó, de tulajdonképpen de megvan Rózsa. Tehát mész a Rózsába, várja, mi legyen. Így van, bejön Szóva doktor. Nők a pultban. Mész a Rózsába, és észreveszed, hogy mit tudom én, összetörték ott az üveget, huligánok randalíroztak, ott volt egy drogos, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy te gyanítod, hogy ki lehet. Aha. Jó? Oké? Okay? Jó. Wow. Csak egy ilyen. Lehet, hogy minden ugyanazt csinálnám. Tényleg, aki mindenre ugyanazt csinálja, azt tegye fel a kezét, akinek egy arca, mert akkor nem adok feladatot. Billy bácsi ezen arca. Egy elgondolkodás. Egy elgondolkodás. Jó? Észreveszed is, hogy vége gondolkodás, tessék. Pont. És gondolkodik. Ki az a Charles Bronson? Hát, hogy van ilyen szívra körülött.
Egy okay. Dolgot hozok ilyen általában. Jó, oké, Raminak mi legyen egy elgondolkodás a végén, jó? Azt nem tud. Basszus, mi legyen? Legyen egy pasi, nem? Mert neked sok pasit volt a sorozatban, nem? Az ízetlen vagy a málnás sikosított végén. Lehet, hogy de jó lenne, ha lenne valami, egy ilyen nézés. Ő jó, a nagy ő. Ő a nagy ő. Tehát ugye végén nyugtázod, jó? Tessék? Az Isten, veszem. Oké, mehet. Okay. Tehát egy ilyen vége. Rami kacsintott. Ilyen nincs, ilyen elnézést 10 év alatt nem volt. Az is volt a szája szélét. De hogy vártam már, hogy legyen? Kacsintott egyet, és megnyalta a szája szélét. Ilyen vietnámi pénztárcás volt a jelenben. Ne, az milyen? Hát ilyen tudod, ez a hologram. Felfordítod, vár rajta, lefordítod, nincs rajta. Kicsit repetitív a sztori. Azt hallottam, hogy te megrendelésre sírsz, tehát bármikor te már annyit sírtál a sorozatban, hogy neked már azt mondják, hogy sírjál, és te már bármikor tényleg abban a pillanatban, tehát azt, hogy sírjál, sírsz, ez ennyire durván megy neked, ez igaz? Hát színész vagyok. Nem tudom, mert hogy... Ha van egy téged is megkérnek, hogy beszélj, akkor beszélsz. Igen. Hát igen, de nekünk ez ugye laikusoknak azért ez mindig egy nagy dolog ilyet látni, hogy valaki csetít és egyszer csak elsírja magát. Hát azért... Én is csodálok azért, hogy ennyit tudsz beszélni. A kockás ingedre. Most mi vagy a kockás ingedre? Nem jó? Ezt tudod, mint a leírás a szélén a hirdetési rovatnak, tudod, hogy natúr alap, sírás. Igen, vannak ilyen package-ek. Készültünk egy kis tesztel nektek, jó? Hogy ki tud legtöbbet a sorozatról. Oh. Nem sok kérdés, egy pár kérdés csak. Piros, készülj. Piros, nem súgunk. Jó? Piros fogja. Kinyithatom az e-mailt, amit küldtél? Figyeljetek, ma írtuk reggel a kérdéseket, úgyhogy senkinek nincs meg. Azt mondja. Hol van a tetoválása Gézának? Tudom, kimondtátok, hogy játszunk, és picit átmentem. Igen, ez nekem ismerős, a gyertek átból, azon a vérszemet kapott. Rami vérszemet kapott. Oké. Okay. Hány románca volt eddig Vili bácsinak? Ezt én is mondtam. Nem, hát nyilván te nem, akire vonatkozik a kérdés, hogy értelem szerint. Tehát hány románca volt? Kivel szűrte össze a levelet? Kivel keveredett valami? Bözsi, Gizi, az három. Bözsi, Gizi. Van neki most ez, akit van. Ennyi. Az is számít, akit rád próbáltam. Nem minden számít, az például nem számít, amikor dobott egy bört Gábor Zsazsár. Adáson kívül történik a számít. Géza pedig rányított, de ezek az extra tartalomban vannak a DVD, és sajnos ezt én nem láttam. Igen, szóval, hány románca volt Vili bácsi? Mindenki mondta ezt. Három, Péter, három, Rami. Három? Négy. Tudod a pontos választ? Én ötöt mondom. Ötöt? Kérek szépen, hat volt neki. Jézusom, ekkora kül. Mondom neked. És ebben még valami nincs. Kertész Magdi. Magdi testvére. Így van. Ja, ezt jelenteném a gyámatosságnak azért. Fekete Bözsi. Igen. Magdi aki most van. Bokros Gizi. Igen, Gizike. Igen. Piroska. Igen. Piroska. Sajtos. És egy kicsit a farkas. És Terike. Terike. Komolyan már kezelésbe kevenem a forgatókönyvírókat, hogy ne csak ilyen neveket adjanak. Terike, Marika játszott. Ez egy fiatal 20-asok. A másik. Borbás Gabi játszott. A Borbás Gabi már, igen, hogy? Igen. Szóval hat. Igen. Egyet letagadtam. Fili bácsinak is volt bokros csomagja. Igen. Jól van. Oké. Akkor, igen. Rami, ebben nem segítesz, jó? Hány szerelme románca volt Zsófinak? 11! 11! Na hát azt... Igen, mindenki mondta egy számot. 11 másodszor. 22! Ez a jó! Én a rokona vagyok a sorozatban, tehát mínusz én és a többi. Milyen rokonságban vagytok? Rami az én unokahúgom.
Atyaisten. És a Péter meg a gyerek. Lassan, mint a Kelly Family, mindenki mindenkivel, nem? Tehát egy ilyen kibogozhatatlan. Hát ha bejön valaki új szereplő, és elkezdene neki mesélni, hogy amúgy ki hogyan van, és hogy kivel, az egy ilyen 10-15 perc, a sztori szokott lenni legalább. Nem most kelljen elmondani. Egy ilyen családfájlásnak is kell tanulni, az a nehéz, mikor azt valakinek el kell mondani, mint szöveget. Hú, az kemény. Mikor egyszer volt, hogy bejött valaki, és kérdezte, hogy merre laknak a Laciék. És akkor mondom, hát fönt a másodikon, és akkor már röhögött mindenki körbe, mert tudta, hogy 14 nevet kéne elmondom, és háromnál nekem vége van. Merre laknak a Laciék? Te vagy a Laci, te. Igen. Ki mondott 11-et? Igen. Te mondtál 11-et? Jó, nekem 10 van, de lehet, hogy mi aztán valakit kihagytunk. Hát, biztos. 10-et tudok. Ez nagyon kevés. 10-et számolt, hogy Zalán, Barta Zsolt, Berényi Miki, Szilágyi Pati, Bali, Balas Imre, Erik, Vadász Feri, rajztanár. Rajztanár. Rubol Dödön alakított, a Kertész Géza és Barta Krisztián. Így jön ki a 10 elvileg nálunk, de aztán lehet, hogy valaki ki. Ez is egy jubileum akkor. Volt egy lány is? Na, 11? Igen, és én ezt nem láttam. Volt egy lány. Nem, külön kifogjuk neked más voltat. Ilyenek történnek, és én... Hát szóljál! Megmondani a rendezőit. De amúgy most nem... Ki volt a lány? Fodor Zsoka? Na figyeljetek! Mondanék. Könnyű kérdés lesz. Ki tért vissza Jedi stílusba a sorozatba? Jedi stílusban kitérni. Így van, Magdényus. Jedi stílus. Ez mi volt ez a Jedi stílus? Ez hogy? Én nem értem. Szellemként megjelent. Jó volt. Vagy valami bögrét fogdosott. Igen, hát ugye a szerencsétlen halála után. Igen. Elvágottál? El, teljesen. És ilyen kicsit ilyen interferálós kép volt, és azt mondta, hogy Obi-Wan tábornok. Én vagyok az anyám. Azt mondtam. Annyi tiszta Obi-Wan. Nem. Az idős Skywalker. Egy az egybe. Egyre jobban Lukas a cigány. Így is van. Jó, már figyelj, most akkor mindjárt rájön. Utolsó kérdés. Melyik színésznek van a legnagyobb lába? Hát a Dobogos Lacinak. Nem a Tyatyának. Szerintem a Lacinak. A Bárkonyinak. Így van. Itt kompenzálsz. 48-as, ha jók az értesülésünk. 48-as. Igen. 48-as. Hát igen, de neki már nem kell cipni. Ez egyenesen arányos? Na. Nem. Jött egy kétes rával. Fordítottad. Jött egy-két hallgatói SMS. Csak hogy megválaszoljuk azokat is. Vili bán, mit érzett, amikor felrobbant a pálinka főző? Nagy szomorúság. 7 nap éjjel sírt a stúdióban. Úgy szeretem az ilyen kérdéseket. Rami, a tűzoltó le fog varni? A tűzoltó, de hát... Én most csak kérdezek, én ezt nem tudom, hogy ez most régi rész, új rész. Szerintem nem tud levarni homoszexuális. A Tóbiás fogja levarni a tűzoltó. Tűzoltó is van a sorozatban? Hát igen. A tűz lassan el kéne kezdeni nézni, mi? Van egy gyermekem, a legjobb barátom, aki meleg, és ő megtermékenyített engem, és neki a pasi a tűzoltó. Atya úristen! Ugye, ugye? Na, milyen sztori, mi? Profilváltás volt a BK-ban, én úgy látom, hogy azért itt ezt... Figyelj, gyakorlatilag hétköznapi problémákat feszeg. Meleg tűzoltó. Abszolút, igen. Azt mondja, Berényi Miki nincs ott, de remélem elküldte az aláírását egy Szalvitán kedvességből. Ez egy másik történet. Jön-e még vissza Magdalén szellemformában? Nagyon várjuk, kérdezi egy hallgató. Erről hát így ti nem beszéltek, vagy nem tudtok sokat. Mi is nagyon várjuk. Ti is nagyon várjátok. Megjelenik egy ilyen gömb, kicsit beleéget az aszfaltba. Mi néha egy asztalt táncoltatunk és várjuk. Igen. És aztán pedig fél térdről mesztelünk fel. Minden egyes papírról a csinálra gondolunk. Ramitól kérdezem, hogy jövőben várható az Instán hasonló kép, mint a múltkori tücsis közös kép, mert az nagyon jó tett nekem, írja egy hallgató. Várható-e még ilyen? Szóval, mi volt? Hallgatók, de a piros csúnyán nézett a sarokból. Hallgatók, ha nem tudják, a Tücsivel a Rami posztolt egy, azt mondtuk, a közös nyaralás, vagy nem tudom hol, egy meglehetősen lengén öltözött. Nagyon jó, nagyon szexi kép volt, tök jól nézhetek ki. Egy fürdőruhás kép, de vadító volt. És volt rajta két ananász is, de ők nem látszottak. Igen. Azt mondja, hogy a BK-házban mindenkivel összefeküdt a 8000 rész alatt, kérdezi egy hallgató. Ne, azért vannak kivételek. Igen.
Vili bácsi, mi a helyzet az isjászal? Szívesen segítek, masszőr vagyok, kérdezi Józsi. Neked isjászod van most? Van egy kicsi néha, de privátban visszatérhetünk rá. Igen, amikor ugye a sorozatbeli karakter hasonlít az igazi, igazi karakterhez. Olyan van, hogy szóltok, hogy valamit emeljenek át? Vagy valami jó lenne, ha megjelenne? A gázit szoktuk, de nem. Emeljék át a 90-es évekből. De hogy valami történik veletek, és az emberek mondjuk azon látható nyomai vannak, vagy egy hajváltozás van, vagy mit tudom én? Hát szerintem azért a dramaturgia figyel rá, mert sokszor észreveszünk, hogy bekerülnek privát események a forgatókönyvbe is. Ja, lehallgatják a telefonba szerintem. Finomabban fogadnak. Követik a Facebook profilunkat. Ilyenek. És nézik. Igazából mi írjuk a sztorit? Na jól van, hát ezek voltak a kérdések egyébként. Nagyon sok jön, csak most nem tudom, ez vagy elugrott a gépem. Azt mondja, csak Balázs most beszélni, hogy szeretnék egy kicsit az Uberről. De jó lenne, Jó. Hogy földobta így a reggeli hangulatot? Bocsánat, néha kicsit komolyabbak szoktunk lenni. Jó, aláírás kérnek majd tőletek sokan, hogy ezt mi valahogy sorsoljuk ki, vagy dedikáljuk, úgyhogy, vagy dedikáljátok, és akkor mi ezt odaadjuk majd, jó? Írjatok nekünk alá egy bögrét, valamit, amit itt különösen tudtok majd. Bologat, igen, jó. Hoztatok valami merchandisingot? Nem, hoztok majd. Viszont aláírunk téged, és aláírjuk, és ki lehet fűzni. Volt buli, vagy lesz buli? Igen, ilyen volt buli. Volt buli a 8000-ig? Volt nagy ünneplés? Most lesz. Most lesz? Hát a rész, de amúgy már felvettük. Volt. Ja, volt. Tudod, ettünk meg minden. Persze, volt. Ami ezt lehet mondani. Volt. Ezt mondhatod. Volt. Igazi buli, ahol jól is éreztétek magatokat, vagy pedig csak ez a nagyon vidám csapatépítő tréningen vett részt a barátok között. Csapat egy kalandparkban. Köszönjük szépen. Én azt látom rajta, hogy te egy jó brigád vagytok egyébként. Egyébként, amikor elmegyünk egy ilyen csapatépítőre, azok tényleg frankon jók szoktak lenni. Van egy darab, egy ideig velünk van a sajtó, és aztán utána van ez a sajtos toppot várjuk, és utána igazán jó lesz. Igen, de mi jóba vagyunk. Piroska begyűjti a fényképezőgépeket és a diktafonokat, és akkor utána azért elég sok időt velünk. Igen, töltünk együtt ahhoz, hogy kialakuljon valami. Én amit láttam, hogy baromi nagy a fiatalitás. Tehát, hogy iszonyatosan sok új fiatal neked karakter. Is feltűnt. Igen, tehát, hogy én nem tudom, mennyire van magunkkal a Zandist is. Veszélyben az idősebb karakterek. Vagyok, mert így erősítem ezt. De hogy kvázi, tehát, hogy az arány az most már azért nagyon arra megy, hogy nagyon-nagyon sok fiatal van a sorozatban. Azért ne sok gyereket hülünk. Itt kirúgják, és az Gázsiából, ugye? Négy-húsz éves és 3-16 éves megvan. Na jó van, oké, hát figyeljetek, nagyon komolykodni nem tudunk. Sajnáljuk, hogy Feri nem vett részt ebben a beszélgetésben. Ferenc Barias vagyok. Ferenc áldozatosan átadta a mikrofonját, mert itt azért van egy-két költségigény, amit nem sikerült 8 év után teljesíteni. Puszilunk, köszönjük szépen, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen, és gratulálunk az egész BK-nak a 8000. rész, gyerekek. Hát azért le a kalappal. Köszönjük szépen, puszi nektek. Sziasztok. Köszönjük szépen, hello. Jani, gyorsan dobd be a kérdést, aztán elmegyünk egy kicsit szünetelni. Azt mondja, hogy melyik évben szerezte Magyarország első világbajnoki pontját Baumgartner Zsolt? Ennyi. Egyszer héten már megégtél a Baumgartneres kérdésen, nagyon vigyázz magadra, Jani. Háromszor is lecsekkoltam. Óvatosan. Küldjetek el Zsoltira is, hogy nyerhessetek jegyet. Mi pedig jövünk vissza mindjárt. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A legjobb. 3:10 lesz pontosan. 3 perc múlva itt vagyunk már is. És hát jönnek a jó megfejtések, úgyhogy hívhatunk is valakit. Igazából, akár innen bentről is nyugodtan. Ugye elhangzott egy kérdés, hogy mikor szerezte a első pontjait. De hívjuk innen. Így. Első pontját. Első pontját, így van, Baumgartner Zsolti. És ezt kellett megválaszolni, hogy legyen lehetőségetek arra, hogy játszatok. Már is hívunk valakit. János, elrabolták a békás szereplők. Nem ő akarja kicsikarni az aláírásokat valakinek. Nem, ja, igen, helyes, az nagyon, az helyes, az jól teszi. Még egy közös fotót csináltunk, most aláírás gyűjt, és aztán már is játszunk. Ugye van 3 napos állójegyünk, 3 napos állójegyünk Red Bull relikviával, és van a Gold. Így van. Ülős. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Balogni Zsolt. Zsolt, hello, ciao. Küldtél nekünk egy jó választ, elvileg játszanál akkor velünk, ha minden igaz. Igen. Mi volt a dátum? Egy 2004-es. Így van, 2004, ez volt a jó. Na, mennyire vagy Forma 1 rajongó?
Hát én nagyon, de azért remélem, hogy nem nagyon neheznek lesznek a kérdések. Ma magadnak nyernél, elmennél, elvinnél valakit, odaadnád, odaajándékoznád a jegyeket? Mindenképpen elmennék, és vinném a páromat majd. Vinnéd a párodat, jó. Hát el kell gondolkozni, hogy esetleg megáll az ember, ha megvan két állójegy Red Bull relikviával, és akkor nem kockáztatni, ugye, tehát hogy itt azért lehet dönteni. Menjünk? Menjünk mindent volt. Na figyelj, kettő darab háromnapos állójegyért, melyik város ad otthont az orosz nagydíjnak? Melyik ez a város? Hú, ez az orosz üdülőváros, Paradicsom, gondolom, ez a Szocsi. Így van, pontosan. Na már ott is vagy. Akkor már állni tudod, ez nagyon jó. Állni tudsz, így van. Menjünk-e tovább? Ez a kérdése két széket is nyerhet. Menjünk. Jól van, itt szól a második kérdés. Milyen színű zászlóba jelzik a versenyzőnek, ha esőtől vagy olajtól síkossá válik a pálya? Hát ezt tippelem, hogy sárga, piros, csíkos. Tök jó vagy. Meg is vagy. Mátortalannak lenni. Így van, pontosan így van. Jó vagy. Belelögdössük a gold jegybe? Milyen a kérdés? Szerintem meg tudod csinálni, ahogy Jani arcát nézem. Gyerünk! Na most, igen. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy tök alap, hogy ezt tudni illik, vagy tudni kell, mert hogy... Hát reméljük, hogy akkor tudni is fogom. De hát akkor vagy mindent, vagy semmit. Uh-huh. Nem? Ilyen alapon. Hát még ott a búr. Szerintem tovább. Menjünk tovább? Persze. Jó. Itt szól a harmadik kérdés. Ki szerezte a második legtöbb világbajnoki címet a Forma 1 történetében? A második. Az elsőt ugye tudjuk, ezt mindenki tudja. Igen. Fú, itt azt hiszem, hogy ez az argentin versenyző még amikor kezdődött a Forma 1 azokból az időkből. Jó vagy. Neve? Azt tudom, hogy a mester. Tehát azt úgy hívták. Igen. Fangio. Manuel Fangio. Itt van, Fangio. Akkor. Ott úgy mondják, hogy Fangio. Így van, tökéletes. Itt nálunk Fangio-nak, de Fangio. Elfogadjuk természetesen, Juan Manuel Fangio. Így van! Király vagy. Köszönöm szépen. Már az esőtől se kell félni. Igen, hát akkor beszélünk esőkabátot, tehát azon nincs semmi probléma szerintem. Jól van, oké. Köszik, jó mulatást. Köszönjük szépen. Hello, gratulálunk. Hello. Ciao, hello, király, hello, hello. 5 világbajnoki címmel egyébként ő a második az örök ranglistán. Fangio? Így van. Fangio. 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 Barátaim, csak Juan Manuel. Juan Manuel, így van. Jó van, oké, na hát azért a végére úgy néz ki, hogy gazdára találnak azért ezek a kis szupergoldjegyek. Leadtuk a reklámot, és egy kicsit én is megzavarom, leadtuk, ugye? Le. Tehát most már jött a best of, jó, mert ilyenkor szoktunk elmenni szünetre. Oké, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Hát itt elmondták a BK szereplők, hogy nem volt reggel tesztoszteron, mert az Uberen mérgelődtem picit. Igen, ezt megkaptam Katától. Igen, az Uberról beszélgettünk, és nem is magáról az Uberről, hanem arról a tendenciáról, ami egy kicsit szomorúvá tett bennünket, hogy nem azt látjuk, hogy ebben az országban lehetőséget kapna az, ami új és változáshoz, és talán javítja a piaci viszonyokat, hanem néhány tiltakozó hatására beszüntetnek egy olyan innovatív dolgot, ami lehet, hogy most még nem volt jó, és most még nem úgy működött, hogy kellett volna, és adót optimalizáltak, és nem fizettek annyit, de akartak ők, és lehetett volna velük tárgyalni, ehelyett ugye kivonulnak az országból, és ellehetetlenítették őket. Sajnálom én személy szerint, hogy bezárjuk a kapukat, ahelyett, hogy kinyitnánk. Erről beszéltünk arra reggel. Nem megoldási módszert, hanem elintézési módszert. Kerestek, nem egy picit tanulni egymástól, meg kitalálni, hogy lehetne egymás mellett élni, egymás mellett működni. Igen. Hanem inkább ezt a megoldást választották. Igen, aztán szó volt arról is, hogy milyen jó lenne, ha a nagy ellenfelek megölelnék egymást. Ugye a taxis kontra Uberból jutottunk el oda. Milyen jó lenne egyszerűen olyan napot találni, csinálni, amikor is az utcára kilépő emberek, akik tényleg ellenséggel találkoznak, mint hogy a BKV-n utazó az ellenőrrel, a taxis az Uberessel, a közterületes az autóval parkolós, autóval járót bünteti meg, ugye. Hatolcsi az ortodoxal. Így van, tehát a nagy ellenfelek kibékülnének. És hát hallgatóinktól vártunk ötleteket, hogy kibéküljön még ki, kivel szenzációs SMS-eket kaptunk. Valamint beszéltünk újra a mi drága fonaljárónkkal. Oh, mert hogy őt mi nem tudjuk megunni. Abba volt a tesztoszteron. Abba volt. Jimmy, az... ugye? Igen. Ez az ő beceneve. Kiderült, hogy Jimmy már tábort is tart. És hát fölhívtuk, hogy mit kell tudni erről a táborról, ezeket a pillanatokat. Most megmutatjuk újra. Ez itt a Morning Show, a
Klassz FM-en. 4 perc pontosan 10 óra. Hello Csabi, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Ciao, hello. Mi a helyzet, srácok? Nem tudom. Te szoktad ezt kérdezni. Ja? Csak vissz gondoltam, hogy most megelőzlek. Nem sok, olyan kis borongós, esős, de jó hangulatú kis reggel volt, sok mindennel foglalkoztunk. Lelettünk szúrva, vagy nem volt tesztoszteron reggel, amikor az Uberről beszélget. Kati, Kati helyre tett bennünket. Igen. Mirai Kati. Neki nagyon kell reggel a tesztoszteron. Igen. Meg segítünk. Jó héten szabadságon vagyok. Igen. Nincs más egyébként, minden oké. Milyen idő van kint? Lehűlt tényleg nagyon? Én nagyon vártam, mert ugye mi, ti már voltatok nálam mindannyian, padlástérben vagyunk, és nagyon-nagyon hamar felmelegszik, viszont rettenetesen nehezen hűl meg az le. A sok száradó ruha, az, meg igen. A füstöl. Szóval nehezen hűl le. És én azt vártam, hogy ma hajnalra már úgy viszonylag jó lesz, de nem. Tehát még kell neki legalább egy nap így, ahogy most van, és akkor szépen le fog hűlni a levegő a lakásban is. Igen, hát az még most még a meleget nyomja ki magából. De lesz idő, mert szombaton 18 fok lesz éjszakadó. Igen, holnap egy kicsit melegebb aztán. De pont hétvégére? Pont hétvégére, hétfőtől jön vissza. Az igazi jó idő volt az hétfőtől. De jövő héten is csak egy 24-26, tehát az a nagyon nagy meleg az most. Akkor menjünk Szabira? Mi elmegyünk. Ja, mi megyünk. Beletrafáltam ebbe. Belenyúltam. Próbálunk menni utána egy kicsit, hogy az év végén egyelő legyen a nap, meg hát most novemberig ki kell venni, be ne ragadjon. Decemberben nem lehet ugrálni. Érted, de én nem vagyok meg most két ünnep közé, mi a fenének, érted? Hallod. Én inkább felteszem a pirossal összesen. Nekem nem ragad bent Szabim gyerek, egy nap sem. December esély már lehet, hogy fizetés nélkül én vagyok. A frekit elvehetitek, de a Szabimat nem. Azt nem adjuk. Ami jár, az jár. Hát, de jön közember a saját nyomorára röhög, nem? Ne, az a legjobb gyerekek. Haló! Mondta, nem? Nem. De. Ma Balázs, Morning Show, csak pont belebeszéltem, pedig nem szoktam. Ne haragudj, hogy hívna? Jó van akkor. Na, hát akkor... Vagy mellé tárcsáztunk, lehet, hogy téves. Vagy... Feri, te egy akkor egy, valóban nem mondta, hogy Morning Show. Annyira jó ember. Hát, de nem vagyok jó ember, kikérem annyira magamnak. Annyira hiszel az emberek. Nem, csak hát tételezzük jó. Föl. Aha. Jó. Vagy egy köcsöt. Na végre valami. Na ez kell, ezt a Ferit akarom többen. Ne a, hogy vagy nagy uram, csicsergős madár csicsergős csóregel. Ez a Feri kell nekem. Vagy egy köcsög volt. Nálatok ez a jó ember. Nem, ez az őszinte. Én próbáltam a jót is. Ez az őszinte. Nem kellett mondanom, akkor mutatom a másikat. Nagy rajongója vagyok a sorozatnak. Mondjátok meg, Léci, mi van vágási Ferivel. Ez volt. Az SMS az jó. Az SMS jó, nem is értem. Lehet egyébként nyilván mellé tárcsáztunk. Lehet, hogy mellé tárcsáztunk. Igen. Jól van, Csabikám, milyen zenéid lesznek? Bon Jovit hozok most nektek. Nagyon tudom, jó. Hogy a Jani régebben szerette, amikor még volt a Ricsi. És itt még Ricsi Szambora gitározik, ez a Circle lemezről van. Az nagyon jó. We weren't born to follow, amire te egyszer azt mondtad, hogy azért nem szereted, mert hogy sajtreszelés van benne gitározás helyett. De szerintem iszonyú jó dallam, meg nagyon jó kemény dal, úgyhogy ajánlom mindenki másnak is, nem csak a Janinak. Meghallgatjuk, Csabikám. Picit nekem hiányzik belőle a mágus szambora. Tehát, hogy... Ott van azért. Anyám is elgitározta volna. Nem tudtuk, hogy a mama ilyen. Lehet muzikális alkot volt szegény. De erre könnyű léggitározni, mert próbáld ki. Addig állja fél lábon, amikor én Bon Jovira légitározom. Hát, nem akarok, a villamos megállóban is nyomod, én ezt szeretném látni. Ezt várd meg, amikor csülközök mondjuk a nagyban, én vagy nem tudom. Az még eljöhet. Inkább az jöjjön el, mint a léggitár a Bon Jovira, nem? Ravikám, jó munkát neked, elmentünk. Kösz. Jó? Ciao, Csabi. Hello, ciao, ciao, sziasztok. Sziasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.